Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Jani! Hát, szervusz! Szervusztok, kedves hallgatók, szia Zsül! Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk még mindig ketten, ugye, ami drága Ferink pihen megérdemelten. Olaszországban van. Da Vinci-ben van jelenleg. Da Vinci-ben van jelenleg, így van, pihen, úgyhogy ő majd szerdán lesz. Akkor csatlakozik majd hozzánk, hát nem napbarnított, hanem olyan napbarnítottan, mint ahogy te csatlakoztál hozzánk a múltkor. Valószínűleg széltől cserepes szájjal. De valószínűleg ott is süt a nap, hát jobb idő van, mint itt. Most meg aztán pláne milyen idő volt tegnap. Szerintem ilyen 23 fokokban hát, van ő ott, ha nem? Szerencséje van, akkor igen. Igen. De hát reméljük szerencséje van. Így van, meg egy szabadság egyébként bármilyen idő is van, Latta szerintem az mindenképpen az, jó. Ez minden, mindenképpen más, mint 5 órakor kellni, igen, vagy fél 5-kor. Jaj, hát nem mondom, hogy még így a helyzet magaslatán vagyok, de azért nem már... Nem vele, de hallatszik a hangodon, hogy már egy kicsit jobban. Igen. Szobat volt a mélypont, rettenetesen durvá lázas voltam. Tehát egész nap forgattam lázasan. Ma van az első nap már, hogy így nem vagyok lázas. Uh-huh. Úgyhogy hát nem a csúcsformám. Csúcsformám közeli állapot vagyok, de kezdek visszakerülni. Jó, a fele is elég. Tessék. A fele is elég. Az, hogy nem tudom, hogy fogom bírni, mert ma is forgatok, holnap is, meg szerdán. Na. Tehát az picit jó, lehet, az hogy beesettebb lesz az arcom, és tegnap is forgattam. Úgyhogy picit hosszú ez az etap. Ami nem lett volna baj, mert bírnám fizikálisan, betegen egy kicsit nehéz volt. Uh-huh. Én nem tudom, szombaton meg akartam halni. Azt kívántam, hogy ne éljek tovább. Azon dolgoztam, hogy halljak meg. Nem akartam tovább élni, annyira fájt mindenem. De hál' Istennek, sokkal többen imádkoztak, érted? Azt sem senki. De olyan szinten fájt mindenem, hogy mondtam, hogy mit választanék? Vagy azt, hogy most legyen vége, vagy életem végig, mondjuk lottomilliárdosként ilyen fájdalommal kell élni az életemet, azt mondom, hogy jó, akkor nem. Olyan csontfájdalom, mint valami, nem tudom. Agydaganat, vagy nem tudom. Ne? Nagyon, nagyon durva volt. Családból senki nem kapta el? Senki, hát lekopogom, hál' Isten. Nem. Ez a lényeg, azt én is lekopogom. Az nem, nem. És közben az internetemen a 10 legjobb kiránduló helyet nézegettem. Vágyakozva. Jó, vágyakozva a külvilágra. Ez volt a szombati programom, hogy interneteztem egész nap. Hát figyelj, elvégben jön a tavasz. Tehát, hogy azért a hőmérséklet folyamatosan emelkedik. Farkat kamasz? Hát vicces. Ja, jó van akkor. Csak így van. Tavaszról tavaszra. Igen. Nincs, szóval 23 nincs fok. Nincs parasz a kamaszra. 23 fok. Ami nem baj, csak ne legyen megint ez, mint ami volt tavaly jött, meg általában mindig, tudod, ez a hétköznap nagyon meleg, és ez a hétfőig mindig elromlik. Mindig ez volt, tudod, éveken keresztül ez ment. Hétfőn kumulálódtak a felhők. Ahogy mondod. Szombaton bejött a hidegfront, vasárnapi hidegfront, majd hétfőn újra jó idő. És ez ment rendszeresen, minden nyáron ez volt. Igen. Most megint ez kezdődik. És hát azt mondjuk el, hogy a március 15-ére úgy látszik, most már ez lesz a jellemző, hogy valamilyen szempontból, de ítéletidő lesz. Igen. Ugye, tavaly hó volt, idén meg akkor a szél meg eső, talán még... Én havat is hallottam, úgyhogy lehet letétbe helyezni a pénzt. Tehát én azt gondolom, én hogy hallottam tegnap este. Egy-két kicsit úgy gondolom, picit kárőrvendőbb hallgatók, aki már küldött képeket és videókat arról, nagyon hogy, jó, köszönöm. Hogy volt hó, illetve van hózáporunk is. Na most azt mondja, hogy az egyik hózápor, amit az egyik kedves hallgatónk elküld, mert ha valaki esetleg nem tudná azok kedvére, mondjuk, ugye mi a múlt héten fogadtunk, ugye? Igen. Mi ketten egy ellen, ketten egy ellen felállás volt, ugye Feri meg én feltettünk 5 játékpénzt arra a te tízeseddel ellentétben, hogy lesz a hétvégén hó. Ezt állította mi meg azt állítottuk, hogy nem lesz. Most az egyik kedves hallgatónk küldött egy hózáporról egy képet, neki a figyelmét felhívom arra, hogy ez 2011. március 11-én készült ez a kép. Tehát, hogy értem én, hogy kinek drukkol, de hogy március 11-e. Oké. Okay. Tegnap mutatták a híradóban, azt írja Gaben, hogy mutatták a híradóban a havazást. Uh-huh. Hát akkor ott volt hó. De azt hol mutatták az havazást? Az Andokban? Tehát mert van egy március 16-i felvételünk is a Kékesről, és azt mondja, hogy Kékestől a sípály, ugye én ezt rendszeresen nézem ezt a videó felvételt. Ezen látszik, hogy van hó, csak nekem... Az, ja, meg vagyunk, kész. Igen, csak ja, nekem ezzel hát az... egyetlen pici problémám van ezzel a képpel, hogy én nem tudom, hogy ez a hó mikor esett, mert hogy az a csapadék, ami a kamerát beborítja, az abban a pillanatban lehet, hogy nagyon forró ez a kamera, mert hogy abban a pillanatban vízként csorog le rajta. Ja jó, te nem az a lényeg, de a füvet nézd, a fű havas. Na jó, de hát ez ki tudja, hogy mikor esett. Hát mondom, mikor esett? 16 reggel. Hát de mindegy, hogy március 16 este, vagy március 15, az a lényeg, amikor a fogadástól számítjuk, ugye én mondtam, hogy március... Elképzelhetetlenek tartod, hogy március 14-én esett hajnalban ez a hó is megmaradt? De tök
tök mindegy, mikor esett. Írjon valaki a Mátrából, jó? Én rendszeresen járok oda, nagyon sokszor dicsérem azt a részt. Nagyon de most szeretem. Miért fontos, hogy mikor esett? Tehát, hogy 14... Nem fogadtam vele csak azért. Na de jó, de úgy értem, hogy hát 10-én fogadtunk, vagy 8-án, tehát egy héttel ezelőtt. Az... De a hétvégére fogadtunk, vagy a hétvégén fog esni. Dehogy is, arra fogad... Mire fogadtunk, hogy az elkövetkező negyed évben? Nem, arra, hogy idén lesz még hó. És ugye még humorizáltunk az, hogy az idén az még jövő október is, és nem? Azt mondtam, hogy a helyesbítettem, mondom, idén májusi. Ilyen hülyeségre fogadtunk, hogy ebben igen. Az évben még lesz. Nem, hó. Ebben az évben, hogy idén. Tehát, hogy a szezonig, májusig, júniusig. És pont ugyanez a beszélgetés, mert mire megkérdeztem én, az idén az mi? Október? Mire mondtad te nem, az idén az nem lehet október, mert akkor benyaljuk. Mire mondtam én? Jó, akkor legyen viszont csak ez a tavasz, ez a szezon. Tehát, hogy jó, nem van. Most hétvége, hanem... Tehát májusig, amíg be nem köszönt a nyár, ugye, amíg nem lesz irányos. Jó, mennyibe ugye? Fájt meghekkelni azt a kamerát? Az utómunka, a stúdió utómunka. Kellett egy kis, igen. Az IKO-ban. Egy kis havat oda varázsolni. Befehéríteni azt a lankás lejtőt, amin egyébként alig volt. Jó van, oké. Figyelj, James Cameron és az Avatar stábja dolgozott ezzel, hogy ott legyen egy kis hó. Úgyhogy... Figyelj, az enyémet azt már meg is kapod. Feri meg majd gondolom lírába. De hogy is már nyúlja, nem? De adjátok oda egyszerre, mert a kicsit elköltöm. Mi? Egy egyszer vagy külön-külön? Nem. Én figyelj, én nem szeretek tartozni. Nem? Nem. Én igen, hogy én igen nekem sem bajom nincs, hogy mi? Igaz? Ennyire téged nem zavar. Ez engem egyáltalán nem zavar. Figyelj, én a Feritől elkérem majd. Odaadom akkor így egybe. Jó? Jaj, bali, hát kutya fáját, de jól indul ez a hétfő. Nem szeretek tartozni, és nem szeretem, ha nekem tartoznak. Tehát én nem szeretem a vérfertőzést és a néptáncot. Hát, én őkettől, aki tudok egyet. Na, ez egy környi, azért még nem tud, vagy nevetni, még azért nem tudok annyira. Gyógyszerre kölcsön rohany. Jó van, na, meg vagyok, figyelj, van egy kis aspirin belőle, van egy kis köptető, van egy kis ACC, kis lepedékoldó, vagy mi az, nyákoldó, úgyhogy simán be tudok vele vásárolni a patikában. Még van mire költenem. Ja, köszönöm, igen, hogy megírtátok. Így volt csupa nagy betűvel. Köszönöm, hogy megírtátok. Persze, oké, rendben van, értem én, hogy kire grukkoltál. Gyerekek, igen, jó van. Na. Fizessen az, aki vesztett, nem? Persze. Hát most holnap lehet, hogy én veszítek, most itt lett volna a Feri, és tettem volna Rogerre 10-et, elbuktam volna, mert tegnap sajnos kikapott Indian Wellsben, a legnagyobb fájdalmam. Na, hát arról meg nem is beszélek, bassz. Ráadásul nem tudtam még nézni az utolsó szetet, annyira álmos voltam, és két szetnél ki kellett, hogy kapcsoljam a tévét, aztán levágom a saját kezemet, de nem bírtam fönt lenni, annyira nyomasztott, hogy a forgatok meg rádiózom, hogy nem volt lelkiismeretem fönnmaradni, nem láttam a döntőszett rövidítést, hogy mekkora meccs lehetett, úristen. Mátra füred 15 cm, hó -3 fok, csak írja egy hallgató, úgyhogy még a 15 centi találj. Jó, nem baj, nem baj, hogy ilyen, úgymond nyugtában dicséred az SMS-t, mert hogy térde 15 centi, jó. 15 centi, nyíl a várom fog. Akkor viszont igen. Az elmúlt 10 évben. Vakszolom a lécemet, és akkor indulok egy kicsit itt sihenni. Jól beszélsz, Bali, Jani, köhögjétek a gubát. Jó, jól van. Köhögjétek a gubát, nagyon nagy duba. Meg jó, vagytok kiegyezve. Jani, kiköhögte, tehát úgy ember volt. Figyeltek. Sőt, előre menekülve Feri gubáját is kiköhögte, ennyi. Úgyhogy mindenki nyugodjon. Volt hó, Balázs kasszát, és az a Maki majom, tudod, aki mondja, hogy mindenki nyugodjon le, óriási. Mindenki nyugodjon le. Az óriási az a kép. Nagyon jó. Hát egyébként én azt gondolom, hogy legalább ennyire nem fogadtam volna például Ricardónak a második helyére a formája, nem tudom, nézte, de... Jól is tetted, el is vették. Hát el is vették tőle, igen. Ugye, az új szabályoknak megfelelően, ugye, le van korlátozva az üzemanyag átfolyása és a motoron, meg van határozva, hogy mennyi folyhat át egységnyi idő alatt a motorokon, és hát ennek megfelelően nem sikerült nagyon szépen, mégsem egyébként csodálatosan kezdődött volna ennek a fiatal embernek a pályafutása a Forma 1-ben, mert hogy gyakorlatilag az első futamán a második, igen, a második helyen, az idén nyitón ráadásul, Ausztráliában ráadásul, hát egy csoda. Igen, nem tudom most ezt, vagy óvja a Red Bull, ugye megóvta a döntést. Ez a Red Bull kicsit mindig ravaszabb, mint a többiek. Észrevetted, hogy bennük van egy nagy adag csibészség. Valamit mindig megpróbálnak, aztán visszadobják, megint megpróbálnak, mindig ott az Adrian Newey-t mindig csibészkedik valami. Igen. Csak most ezzel megbuktak, hát ez nem túl szerencsés. Nem kell sok, picivel több benzin ment, vagy ömlött át, vagy mit tudom én, mi volt. Nem sok, hát pont annyi, hogy jó legyen az autó teljesítménye. Hát most óvnak elvileg, ugye, de szerintem a fia nem változtat. Tehát amit egyszer ők elvettek, azt nem fogják elvenni. Hát arra hivatkoznak, hogy a fiának a műszerei nem voltak pontosak korábban sem. Igen. Na mindegy, én néztem a futamot, mert fönn voltam korán reggel, nem tudtam aludni. Ez még ugye vasárnap reggel volt, még mentem is forgatni.
Hát jó, megkavarodott minden. Minden. Fú. Én szerencsétlen masszát sajnáltam, nagyon szurkolok az ilyen úgymond nagy öregeknek általában, és hát ugye az elején ugye az egy év után visszatérő Kobayashinak sikerült egy picit hátulról meglöknie, mondjuk aztán kiderült, hogy fékhiba miatt, de ettől függetlenül azért kirakták, azt megkes volt. Igen, hát a Kobayashi is meg Massa is már gyakorlatilag az első, nem tudom, 100 méteren. Ja, tudom, ők voltak ketten, akik kicsúsztak, az ismétlésben láttam. De ki ez a sok új név? Van most valaki, akinek drukkolok? Megjegyeztem a nevét. Magnussennek? Nem, nagyon hátul volt, és nagyon tetszett a neve. Valami N betűs, és rájöttem, nagyon hülye neve van, és neki fogok drukkolni. De valami totál no-name. Annyi no-name van most, hogy... No-name. Ez az enne. No. No-name, a 22. erről indult. No-name. Szóval rengeteg új név van. Nem is tudom, hogy kik ők. De hát azért új, mert nem tudom. Egyébként tehát, igen, mert ha régi lenne, akkor tudnám. Akkor valószínűleg tudnám. Több az új, mint a régi. De érdekes egyébként. Hát ez is ennek az új rendszernek köszönhető alapvetően, aminek egy picit kisebb a hangja. Én hangosítgattam a tévét, próbáltam meg visszahozni ezt a régi más feelinget. Más, igen, a hangjuk. Kicsit le vannak folytva. Igen. Le vannak folytva, viszont ez a pálya, ez gyönyörű. Tehát, hogy így meg eleve nagyon vicces volt, hogy ugye már mondom, ilyen rossz idő van ott reggel, persze, biztos reggel volt, már éppen ment lefel a nap, nagyon képbe voltam, mondom, ilyen rossz idő van, nem, már jött le egyébként a nap, és hogy az emberek mentek hazafelé, közvetlenül a pálya mellett, de tényleg csak néhány tíz, vagy mit tudom én, 20 méterrel arrém, az egészen vicces volt, hogy az egyik oldalon irgalmatlanul megy a hírig, meg mennek az előzések, meg folyik a verseny, és hihetetlen izgalmak vannak, mert tombolnak a tízezrek, a másik oldalon meg az ellenkező irányban mennek haza szépen mindenki az a kis családjához, és hogy hívják. Mert ez utcai pálya, nem? Vagy ugye ez félig meddig egy ilyen utcai pálya, igen. Na mindegy, jó volt, izgalmas volt, sok előzés volt, én örülök, hogy a Fettel sehol nincs, tényleg bocsánat azoknak, akik neki drukkolnak, én nekem sem olyan Fettel, de halára untam magam már az elmúlt 4 évben, úgyhogy tök jó. Jó a Merci, szerintem nyilván egyébként ők fogják ezt most behúzni, azért masszív fölényük volt, de... Még az Alonso térhetne már magához, szegény. Most az 3-4 éve vegetál, olyan, mint ilyen teszalott állapotban lenne. Nem? Nem csak semmit. Nem biztos, most is lenyilatkozta, ő csak vezet, adjanak neki jobb autót, akkor majd valami lesz. Érdekes így nehéz. Hogy ez az új rendszer nem biztos, hogy feküdni fog az úgymond nagy öregeknek, de például nagyon kellemes meglepetés volt a Magnussennek a harmadik helye. Hozzá kapcsolódik számomra a hétvége legmeghatóbb képe, vagy fotója, láttam róla egy képet fönt, pontosabban nem róla, hanem az édesapjáról, aki egyébként ilyen cirka 40 éves, tehát ugye érdekes volt belegondolni, nekem pont ugyanígy idős fiam lehetne, mint a Magnussen, aki szintén egyébként az édesapja és autóversenyző, Formula 3-ban volt, azt hiszem bajnok, meg túrautó bajnokságban indul, stb. És otthonról figyelte a fiának a versenyzését, meg ugye ezt a harmadik helyet. De miért nem ment el? Valamiért nem tudott elmenni, de ja, azt mondta, hogy a következő futamon már természetesen ott lesz. És hát a kezét az arcába temetve látszott rajta, hogy valószínűleg sírt, és hogy úgy fogadta ezt az egész eseményt, ahogy egyébként minden nap a fogadná. Igen, hol van már a jó kis Takajima, meg Nakajima, meg hol vannak már ők? Már nincs ilyen, sajnos nincs az a típusú kedvencem, akire tudok úgy fogadni, hogy vajon beveszi az első kanyart, vagy azonnal megáll az autója. Emlékszel rájuk? Úgy szerettem. Talán Nakajima volt? Igen. Vagy Takayama? Igen, de most talán Kobayashi is szerintem. Tehát Nakajima vagy Takayama, a kettő közül valamelyik volt az, aki soha nem jutott el a második kanyarig, vagy el se indult, vagy az első kanyarba összetörte magát, vagy valakit. Ő döbbenetes volt. Viszont a szponzorok rendületlenül hittek benne. És a tolták pénze éveken keresztül ment. Ha megtett egy kört, akkor ott a szponzor már nagyon boldog volt. Verseny szerintem soha nem fejezett be. Dobogót azt nem tudott volna rajzolni, sem, mert nem tudta, hogy néz ki. Sajtószobában életében nem volt. Safety carban nem ült. Kerékcserét nem élt meg. Versenyzett 10 évet, és nem volt egy darab befejezett futama. Viszont, ő Nakajima volt, vagy Takayama, nem tudom. Óriás. Viszont a családja tőle soha nem hidegült el, mert mindenkinek korábban otthon volt. Az biztos. Vagy tényleg igen, az a neje mondta, hogy 2 kört mehetsz, kiszállsz a kocsit, takarodsz haza a gyerekhez. Hazajössz, jó? Nakajima nagyon nem komolyan vette. Beragadt a rajtrácson. Ha beragad, természetesen úgy ragad, hogy még 4-en neki mentek, mert természetesen az a nyomorult beragadás volt, hogy még legalább 6 embert magával rántott a szakadékba. Ilyen arcok sajnos már nincsenek. Túl profi mindenki, igazából. Na mindegy. Jól van. Én tegnap forgattam. Mi volt ez az őrületes szélvihar? Hát rettenetes volt. A Komjádinak a tetejét egyébként meg is tépte elég rendesen. Tűzoltóknak kellett kimenniük, hogy a fémdarabokból álló ilyen hulladékot a eltávolítsák, minél, hogy valakit ketté vágjon a járókelők közül, ahogy elrepül. De iszonyat volt. Nagyon felkészült volt a meteorológia.
Igen, hogy hogy szóltak, szóltak előre, precízek voltak, pontosak voltak. Nagyon érdekes volt tényleg. És hát bődöletes szél volt. Tehát, hogy mondjuk én abból a szempontból örülök neki, hogy egyrészt most iszonyatosan tiszta az égkint, és nagyon kellemes a levegő. Tehát a smognak mondjuk se híre, se halma, úgyhogy nem bánom. Nem bánom, de mondom, úgy tűnik, hogy már a március 15-i hétvége az most mindig ilyen lesz. Takuma Sato, lehet, hogy ő volt? Sato? Lehet, hogy Takuma Sato volt. Lehet, hogy a jó öreg Takuma Sato volt. Tényleg, nem is a Nakajima vagy a Takayama. Emlékszem, Takuma Sato. De nem Satonak volt a második, harmadik neve a Nakajama? Nakajima. Nakajima vagy Takayama. Mekkora nevek, mekkora ászok, nem? Vajon mit csinál most ebben a pillanatban Takuma Sato szerinted? Most. Takuma Sato. Hát lehet, hogy valamilyen, hogy egy roncsautó bajnokság. Próbál elindulni egy piros lámpára valahol. Mindig én indulok Inabán. Valahol Kyoto külvárosában. Balázs, összesen három új pilóta van az F1-ben. Igen? Biztos, annyi új név volt. Még, már tavaly is, mondjuk két-három éve nem nézem annyira rendszeresen. Tehát lehet, hogy ezért. Na mindegy, jól van. A játékunk úgy alakult a múlt héten. Nem emlékszem, én olyan gyögrováson voltam pénteken, hogy én ma meg akartam halni, úgyhogy én nem tudom. Én bánkon ejtőztem egy kicsit egyébként. Már megint? Elmentünk egy picit. Egy napra? Igen, ez a márciusban úgy tűnik, hogy már nálunk ez így jön ki mindig. Egy ilyen két éjszakára mentünk el. Én nagyon szeretem Bangkokot is, meg az egész környezetet. De mindig oda Wellness Hotelbe, a tó mellé? Ja, ott nagyon jól érezzük magunkat, és ugye azt mondja, hogy mikor is... Pénteken még nagyon jó idő volt, hát szombaton már nem annyira, úgyhogy pénteken gyakorlatilag kiélhetük a kis sétálgatási, túrázgatási, stb. Vágyainkat, aztán másnap meg egy kicsit így ejtőztünk, pihengettünk. Így nagyon jól éreztük magunkat. Mit is akartam ezzel kapcsolatban mondani? Ja, hogy ennyi, gyakorlatilag semmi extra. Tehát más nem is tudtunk volna csinálni amúgy. Tehát, hogy kimentél, még jó, hogy vittünk magunkat téli göncöket. Igen. Már valaki írt, megnézem. Hogy lehet azt megcsinálni, hogy most én Skype-on meg vagyok nyitva, Laci, akkor a telefonomra ne kapjam meg a Skype-ot? Nakajima! Igen? Ki írta? Titus. Gondolom, én azt hittem, hogy Sato. Be akartam látani. Szállj le rólam. Nem, én voltam. Nakajima vagy. Na, most akkor most már tényleg nem tudom, hogy ki volt. Nálam sokkal nagyobb Forma 1 rajongók írják ezt. De fura egyébként. Nakajima. Hogy... Ő azt mondja, Nakajima. Igen? Nakajimának Titus a keresztül. Titus Nakajima. Titus Nakajima megírta, hogy Katayama. Na jó van. Jó, nem, igen, Baumgartner Zsoltinak. Ezt a poén nem akartam elsütni. Legyünk büszkék a Zsoltra. Így van. Hogy miért, azt nem tudom, de legyünk büszkék. Hát figyelj, gyakorlatilag az ő teljesítményét, mert a Forma 1 történetének első magyar pontját ő szerezte. Hát mondjuk, hogy odállok egy mountain bike-ról, azt én is megcsinálom. Na jó, hát én azt gondolom, hogy ez a picit sebesnyéres túlzás kategóriába esik. Ez egy szokásos Balázsos túlzás. Egy pótkerekes mountain bike-kal pókjárásban lesétálom. Azóta. Igen. Legurulom ördög szekérbe veled. Aha. Megfogod a bokámat, én meg a te bokádat, és gurulunk egyet. Ezt mindenképpen próbáljuk ki szerintem. De azóta se sikerült senkinek überelni. Mit? Hát mit kellett volna überelni? Hát, hogy annyiba kerüljön egy pont. Ja, mit tudom, ő a Minárdinak szerzett egy darab pontot. Igen. 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 Balázs, te azért láttál sok új nevet, mert amit néztél, az a stáblista volt. Simán lehet. Mondom, én vasárnap reggel még szinte lázas voltam, úgyhogy seblázam volt. Úgyhogy nem tudtam pontosan, hogy mit nézek. Jól van, mi volt? 4-1-re kikaptunk a múlt héten, ugye? Egy szörnyű, fájó vereség. 4-1-re? 4-1-re. Ferinus a temi. Ferinus? A Ferinus, igen. Most jött ki a Spartacusnak a következő vagy és a Ferinus szereplem, mert a Ferinus. Ferinus Spartacus. Ferinus ott el, ja, úgy érted. Hát persze. Az első kettőt ezt ő játszotta, és hát is. Na, akkor adjad meg a ház. Igen, akkor kaptunk defektet. Mondok durábbat, az első hármat ő játszotta, még szerdán ő játszott. Igen. Tényleg? Igen, mert rászálltak. Egy tripla dur defektet kapott. Szerdán rászálltak, hétfőig, és abból elvesztett szerintem kettőt. Na, jó van. Úgyhogy nekünk már semmi keresni való. Jó, fie, hát szerdán jön, gyakorlatilag az első kettőt elveszíthetjük, szerdán csütörtökön a Ferinek kötelező hoznia. Persze. De most azért még tegyük oda magunkat, biztosítsuk be magunkat arra, hogy jön a Feri, és nem jó játszik, akkor meg legyenek a pontok. Jó, SMS-be lehet jelentkezni a játékra. Ajándékcsomag a tét, nagyon szépek vagyunk, már hogy nem mi, hanem az ajándékcsomag. Ebben most egéralátét és bögre van. Így gyönyörű van. Szép. Klasszikus bögre. Az egér alátétő, hogyha még nem mondtuk volna, az egyben egy dedikáló kártyának is megfelel, mert rajta van az arcunk is. Bizonyám, és egy csomó mindenre lehet használni.
nem csak egér alá tétnek. Na, mondjál már még egyet. Sem tudnék. Féltem, hogy ezt megkérdezem, egy darab dolgot nem tudnék mondani, amire még lehet használni. Hát enni lehet rajta. Hát igen, egyébként uborkát vágni. Vízálló, letörölhető, stb. Igen. Mert azt gondolom, meg rá is lehet ülni. Igen. Na jó, van, 6:30 van pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani! Szia, jó reggelt! Hello! Jó vagy, jó vagy! Persze, persze, most betoltam egy kis görög sztály joghurtot, Anna jó voltából. Nagyon rá vagyok csúszva mostanában a joghurtokra, és Anna kiszúrt egy általa, aztán később nagyon favorizált terméket, és ebből hozott nekem egyet. Biztos Natur? Sokat vett, vagy olcsó volt, vagy le volt. Natur, mint a Népligetben? Há, biztos, jó. Csak igen. Csak én elégedetten csettintettem, nem sikoltoztam. Na, Jajaj. Mindig ránézek erre a kisebb játékpénz összegre, és olyan kis... De jól indul a reggeled, mi? Úgy gondolom, hogy igen, kárpotolva vagyok. Nekem, kárpotolva vagyok. Nekem mindenre hajlandó vagyok fogadni. Fogadásmániás lettem, de előre nem tudok jól, vagy rosszul kérni a dologból. Oké, játszunk valakivel, jó, új hetet kezdünk. Múlt héten nagyon kikaptunk, megpróbáljuk most akkor egy kicsit, hát hogy is mondjam, szépíteni a statisztikánkat. Nyerni szeretnénk valakivel, már is játszunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ne! Egyedül olyan kis magányosnak hangzik ez a nevetés kicsit, igen. Halló, jó reggelt! Annyit dumáltatok, hogy már majd szívrohamot kaptam, hogy mikor kapcsoltad. Hát ne haragudj, bocsánat. Hello, hogy hívnak? Viki? Sziasztok. Viki? Igen. Hello, Viki, honnan hívsz minket? Kiskóhalasról. Ó, de jó. Ja. Bármit mondtál volna, azt mondtuk volna egyébként, hogy igen, jó, de... igen. Hát igen, ismerlek már titeket, úgyhogy mindegy. Jó az a kiskóhalas? Nem igazán, de hát ez van, ide születtem, úgyhogy... Jó az. Biztos, hogy van egy csomó kellemes élmény fűszóda. Szerintem. Nem? Már is kamu szerintem. Tessék? Na szerintem ez is kamu. Micsoda? Mit tudtatok volna csinálni kiskóhalason? Kiskóhalason? Hát figyelj, nyilván más, ha az ember oda születik, meg más, ha nem tudom, lakott valahol, aztán átmegy Kiskóhalasra. Én biztos, hogy átjártam volna kecerre. Az ott van a környéken, ugye? Igen. Hát igen. Szerintem a Jani biztos, hogy nagyon sokat bandázott volna János halmán. Nem, apámmal jártunk volna át Bogyiszlóra paprikáért. Igen. Jól van. Mit dolgozol? Tanulsz még, vagy mit csinálsz? Érettség után vagyok. Na. Hát az jó. És egészségügyben szociális gondozó és szervező. Ó, hát ez egy szép hivatás lesz majd. Hát igen, remélem, bízok benne. Igen. És mit csináltál hétvégén? Hát, partiztam, de ezt majd szeretném a játékban elmondani. A jó kis kiskóhalasi parti? Na, meghallgatjuk. Kivel? Márhogy kivel játszaná? Hát, Balázs veled. Hogy szerettem én lányok szájából régen ezt a mondatot. Balázs veled. Régen, fénykoromban ugye. Jó, Jani, megtennéd, hogy visszaszámolsz? Kivel táncolnál, és Balázs aztán kivel vitetnéd magad haza. Bocsia. Figyelj, ígérjetek mi mind a ketten, hogy 20 másodperc nem durrant be egyik kötök sem egy igen, vagy nemet, mert érdekel ez a partizásos jó, téma. Jó, én most nagyon fogok figyelni. Légy színe ki velem, nagyon. Engem most ez pörget. Én most pörget. Annyira figyelek, hogy te nem is jó. Tudod, hogy mennyire figyelek. Úgy figyelek, mint Gyoko tegnap a rövidítésben, jó? Aha, jó. Jó, oké. Okay. Rohadt Rozsé, azon is buktam. Na minden, na. 3, 2, 1, fire! Na, mit partiztál tegnap? Mesélj, te drága. Na, képzeld, elmentem Song City-be. Hova? Azt tudod, hol van Song City? Song City, az mi? Hát végül is falu, barátnám lakik ott. És ott diszkó van? Ah, ugyan már. Kocsmák vannak. Nem. Aztán bementünk. Olyan... Most melegem van ebből a játékból. Bár, bocsánat, kimondtam egy nemet. Nem, de miért? De gáz vagy. 19 másodpercnél. Mit mondtál? Mit mondtál? Mi vagyok? De gáz vagy. Hát egyébként igen. Megint ami meg még azt is bele akartam csempészni, napokban volt a születésnapom, hogy ez kurva jó. Hát igen, de milyen jó, hogy nem mondtad, ugye? Ugye mi lett volna, aki mondod? Így korán reggel azért sok lett, de így, ez hogy nem mondtad fiatalság. Ki, tök jó. Ez basszus. A mai fiatalság, itt tartunk, ez egy fertő. Szép volt!
Nem, összezavartál, mert akart, mert nem mondott komolyan, hogy kocsmázol, ezt akartam kérdezni 20 évesen, de erre ott volt a nem, ugye, hogy te átment egy kocsmába. Jó, csak bementem inni egy kicsit, mivel hogy ünnepeltük a születésnapomat, úgyhogy... Mit ittál? Ki emlékszik már arra? Több mindent, úgyhogy hagyjuk szerintem. Lehet, hogy családtag is hallnak ki a rádiót, úgyhogy... Egy lázadó kamasszal beszélünk el, hogy megvan ez a korszak, amikor... Úgy látszik, vörösbor. Kukorica, nem is ettem kukorica. Egy igazi lázadó kamasz. Na, és mi lett volna a történet vége? Semmi, ugye? De elkezdődött, akkor a poén volt, bementünk 9 óra után, aztán 10-11 körül kinéztek az ablakon, mondom, ki itt ott egy rendőr, hagyjál már. Aztán bejött 15 rendőr, az meg, és lefújták a bulit. Odajöttek egyből hozzám, kiszúrtak, személyt kérem szépen, meg kb. Kinézek vagy 14-15-nek, aztán végigmotoztak és lefújták a bulit, úgyhogy. Na tessék. Te soká, ha necselted, és késvágtál vinkolja alá, vagy mit csináltál? Vágtál az etetőjébe valamit? Majd mi volt? Kellett volna, de hát nem mertem pattogni, mert végén még belém közlek. Jól tetted, haver csóttál. Jól tetted. Jól van, jól tetted. Jó arc vagy, kicsi rigó. Jól van, na megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, jó? Gratulálunk neked. Hát egy igazi lázadó kamasz. Bizony. Viki, küldjük neked az ajándékcsomagot. Jó? Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, aztán le a csúnya beszéddel, mert eldádáznak a bácsi. Ja. Így, jó? Nem beszélünk csúnyán. Rendben. Így is veszélyes vagy. Oké. Okay. Jó, ciao. Na. Szia. Hello. És 15-nek néz ki, és 20 éves. És veszélyes lenne, hogyha 20 évesnek néznek és 15 éves lenne. De... És úgy káromkodik, mint egy 40-es. De hál' Istennek most itt nálunk nem. Hál' Istennek nem annyira. Még jó, hogy mondta neki az Anna, hogy ne káromkodjon. Figyelj, 19 másodperc, ne durrancsál már. És már a második ilyen játék volt, hogy teljesen... És nem kikényszerített. Hónapok óta alulmulom önmagam. Zena. Ám, hogy kakka most a hálóba ütöm, jó? Hónapok óta. Igen. Jó, nem baj, hát van ez így, nem, nekem is lehet egyfajta, nem tudom, hol szezon, vagy mi ez, visszaesés, vagy bármi. Majd megtalálom a formámat, úgy, mint Roger. Aldoklás, nekrológ. 3 perc, pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, jött egy friss trafi jelentés a 44-es főúton, a Fekete Gólya étterem előtt mérik a forgalmat, ezt Ócsi Évi küldte nekünk, vagy Öcsi és Évi, ne, ékezett nélkül, jött egy kicsit nehéz. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra, 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Jani! Hello, szia! Szia! Valás. Ugye? Jó. Igen, hát még mindig, de neked Kati is lehetek. Ami akarsz, az vagyok. Jó? Mi legyek? Kati. Kati? Legyek Kati én te Katid? Amit mondom. Ami jön. Nem a Kati az bárhoz az, hogy áthallásos. Kati. Mely a Juci, nem? Vagy az Irén? Vagy ne, a Kati csak a Kati. Tudatmódosító. Habár te módosítod a tudatmódosítót. Ja, hát figyelj, én ide bejövök, és már egy módosult tudatállapotba kerülsz azonnal. Na, vannak friss közlekedési híreink, kaptunk sokat. Trafi az M35-ösön, a 19-es kőnél, Böszörményi pihenőnél, egészen pontosan Debrecen felé, Pácsi Zotyó küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon fontos közlekedés volt. M35-ösön Böszörmény előtt kint van a trafi. Ez ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, ugye? Uh-huh. Így van, így van. Elmondtam még egyszer. De nem baj, többeknek feltűntök, eltűntek, és szerintem ez a hallgatóknak megbecsülés, hogy többször olvasod ugyanaz az információt, de más. Így van. Telefonjából. Trafipax a 44-es után a Fekete Gólya étterem előtt a forgalmat mérik. Ezt Évi küldte nekünk, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Nagyon fontos. És a 11-es úton Szentendre felé útlezárás, tűzoltók a gyalogos felüljárót javítják, lakótelep mellett kerülhető Gróf úr küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ő nem lázadó kamasz volt, írják még a játékosokra, hanem a szomorú jövőnk. Úristen, ír egy hallgató. Viki, jön föl a nap. Miért? Azt is ittunk? Kérdezi egy másik hallgató. Figyeljetek, Viki kamasz volt, jókedvű volt, kicsit elragadtatta magát, de aranyos volt. Hát, igen. Meg elején visszafogottabb volt, szerintem akkor egy picit úgy meg illetődve, de amikor győzött, illetve hát amikor megnyeretted vele a játékot, akkor, fogalmazunk inkább így, akkor felszabadultá vált, és így előtört belőle a lazaság. Hogy tudnék kijönni ebből a hullámvölgyből? Hogy tudnék újra talpra állni? Az önbizalmam oda... Menj, Szabira. Na! Még szerencsé, hogy ez csak a te szivacsod. Hozzatok napalmot! Égessétek fel a stúdiót! Szóval, hogy tudnék? Hullámvölgyben vagyok, kéne egy edző, mint Gyokornak a Becker, meg a Federernek az Edberg, meg a Nishikorinak a Chang. Kéne így valaki. Van. Ki meg volt? A válogatottak a Pintér. Hát, nem tudom, azzal jól jártak-e. Ki tudna kihozni?
ebből a hónapok óta tartó hullámvölgyben vagyok, oda a renomé, megkopta. Uh-huh. Elpopsiznak egymás után. Régen én voltam a ne a Balival, nem mert félek tőle. Mi van most? Agyba főbe vert egy 20 éves is. Még káromkodott kettőt letette, most már valószínűleg egy kocsmában van. Aha. És ünnepel. Jó, de a Balival nem mert félek tőle, azt általában a barátainak a feleségei mondtak, akkor szóba került a közös nyaralás. De nem ez volt régen? De nem ez volt? Ez, a játékosok is mondta, Anna, Balival akarsz játszani? És mondták, hogy nem, a Balival nem, dobjátok ide a kicsit, vagy adjátok az óriást, de a Balit nem. És most mi van? Hát bárki játszik vele. Ide-oda passzolgatnak, fociznak veled. Játszanak, dobálnak, meg... Lettél. Nem játékos. Figyelj, sportpszichológus kell neked. Kitépnek belőlem egy darabot, igen? Egy sort pszichológus. Egy rövid sport. Szület. Igen, egy sportpszichológus kell neked. Van jó sportpszichológusod? Nekem nincs. Hát látszik is az eredményeimben. Hát ez mondjuk visszaestél egy kicsit asztali teniszbe. Nem vagy már a régi. Szerintem egyébként ez tök jó dolog. Tehát én azt mondom, hogy azok az emberek is, akik azt gondolják, hogy így nagyon rendben vannak így lelkileg, meg pszichésen, azok időről szerintem tök jó, hogyha elmennek egy olyan szakemberhez, aki tud nekik okosakat mondani. Például én olvastam nemrégében, hogy a Csernus is jár pszichológushoz. Nekem ember olyat ne adjon tanácsot, aki közel pszichológus. Eladja a könyvét 80 ezer, de közben ő is jár. Hát az nem jó. Hát az nem jó. Nehezed, hogy feldolgozni a siker. Igen, annyira megy a bora, hogy egyszer nem tudja föld. Elmek a bakdélműkéhez le. Megmondom, hogy tegyen rendbe, lefekszem a kis díványára, és kezeltetem magam. Most van ilyen, hogy bakdélműket. Jó, hát gondolom. Nem, most mire? Az emőkében megint mire? Most én nevet mondtam, nem az elsődleges nevi jellegére gondoltam. Tehát, hogy biztos van. Igen, hát ő nagyon klinikai szakpszichológus egyébként. Nagyon jó. De lenne, akit elfogadnád? Vagy pedig ilyen nagyon rossz páciens lennél, hogy elmennél, és itt egy 5 perc után elkezdenél okoskodni. Jó, nem, jó, az egy 5 perc után felkelnék a diványról, nagyon csapkodnék. Na, cseréljük. Na, most meg... Emőke, foglaljon helyet itt. Emőke, ez egy nagyon buta kérdés volt, Emőke. Így van. Adja ide azt a jegyzőtömböt meg a tollát. Na. Az okulárét is. Ezt kikérem magamnak. Felírnék egy-két receptet, és elmennék. Szóval. Nem tudom, ki kell jönnöm a hullámvölgyből. Tudod, hogy lehet kijönni? A sok játékkal. Tehát ha most visszavonulok, igen, és átgondolom, az nem jó. Most játszani kell. Tehát most kell a meccs rutin, hogy újra visszajön az önbizalmam. Holnap én akarok játszani. Jó? Vagy legyen a Feri módszer. Az mi? Hát egy feles, meg még egy feles. És 10 dek a mangalit, a szalámit. És megint egy feles. Nem tudom, valamit kell csinálnom. Nem hozhatunk rá szégyent, amikor hazajön Medicsiből. Azt írják, hogy a szakálmiki tud rajtam segíteni. A szakálmiki nagyon nagy. Hát a szakálmiki ennek a tulajdonképpen a, hát nem is hát tudom milyen, mindene. A mindenese. Nem, ő volt az első, aki ezt még televízióban játszotta. Így van. Igen. Ő ugyanaz, mint a jégkoromban a nagy Grecki. Ő az. Igen. A fekete férigennemben. Ez tényleg olyan, mint amikor lovagolsz. De nem úgy, mint ahogy te szoktál, hogy bevered a fejed az élészekrénybe, hanem amikor... Dehogy is, hogy küszöböt szoktam lefejni. Tehát amikor tényleg lovon ülsz. És leesel a lóról. Igen. Tudod, mit kell csinálni? Halottnak tetetni magad. És reménykedni benne, hogy a lovas csapat, akivel túrázol, átugratnak rajta. Nem. A lovasok is azt mondják, és egyébként tényleg én estem le többször lóról, mindig vissza kell ülni. Tehát nincs olyan, hogy te ott nem ülsz vissza, ha visszatudsz. Nyilván, ha most van egy nyílt csípton csöcsörésed. Én úgy érzem, hogy ez egy szomnyaktörés. Na, üljél vissza, Balázs! Na, pattadj fel a gyerekbe! Ne gyerekeskedjél már! Mégis csak huszárvér vagyunk. Na. Figyelj, én voltam úgy lovagolni, hogy fogtam a két lovat, miközben a barátomat tették be a mentőbe, és így álltam a két lóval a 11-es útnak a határába. Hogy fog hazalovagolni két lóval? Vártam a mentőt, és azzal szórakoztattuk magunkat, hogy megjött a mentő, kikötöttük a két lovat, jött a mentő, és mondták, hogy van náluk ilyen vicces gáz. Hmm. Nagy baj nem lehet ide vele. Egyik ló, másik ló. Barátom, ha bent feküdt a műtőbe, fogtam a valatkodni, csak annyit adott, ez volt konkrétan, most vagy hazamegyek, nagyon boldogan a két lóval, vagy akkor valami történjen, és hát ők egy ilyen palackban hozzák ezt. Ugye ez egy ilyen nyugtatógáz. Soha nem voltam még olyan boldog. De tényleg, az jól leszel? Megengedték, hogy szívjunk belőle. Ugye neki volt egy nagyon komoly kulcsontörése, ő kapott. És mondtam, hogy az ott micsoda, mi az a palac? És mondtam, hogy egy kicsi ez ilyen fájdalomcsillapított, hogy ilyen kicsi narkózist idéznek elő, kicsit betépsz tőle. És láttam, hogy nagyon mosolyog. Hát mondom, Tomi, szórakozol el. De érted, nehogy már csak kell legyél boldog. Ja, itt vagyok, két lóval haza kell mennem, az egyik lóval ledobolt, hogy eleve nem tudok hazalovagolni. Hallottam, hogy minek körülsz, két csontál ki a vállatból. Tök fura.
Ja, olyan boldog, hogy sosem és voltam. És hogy mentél haza, mint a vizék csikósok, hogy egyik lábad az egyik lóhátán, a másik, a, és akkor így középen. Olyan volt, hogy bugolyak a álltam a két lóhát. Rúzsaságban. Álltam a két lóhátán, az istálóban nem akarták elhinni meg a lovardába. Megérkeztem a két lóhátán mesztelenül. Jó, volt veled. Szóval nem mindegy, a barátom leesett a lóról. Neki neve annak a gáznak? Tessék? Mi a, mert a nővérem az egészségügyi dolgozat. Tudják, ez a hazahozott a két palackot. Ez a nevető gáz, valami olyan, nem tudom, összetétel van benne, hogy a nagyobb az oxigéntartalma, vagy nem tudom, van benne valami, ami kicsit ilyen megdobja az agyadat. És hát így, ilyen kis mondom. Ilyen szerveses napokon szerintem tökéletes lenne. Nem kinézed az ablakon. Jézusom, olyan hol a palack? Nézd csak én. És... na mindegy, szóval, hogy jutottunk egyre? A lovaglás. Tehát, hogy vissza kell ülni a lóra. Akkor ott a barátomat erről nem tudtam meggyőzni, bármennyire is szerettem volna. Visszaülni, vagy ne szívulni. Ja. Konkrétan nem tudott mozogni. Melyen lógatod a karon? Bárhányszor kimentünk lovagolni, vagy ő, vagy én leestem a lóról. Tehát mi nagyon nagyokat lovagoltunk, 20 méter a lovardától általában függőlegesen álltunk a lóhátán, mert olyan lovag... Mikor jöttek? Egy perc múlva? Olyan lovaink voltak, tehát hetente egyszer mentünk, és az alatt az egy hét alatt, amíg nem voltunk, itt csak zabba letettük a lovakat, tehát a ló mire meglátott, már le kellett járatni, nem? Le kellett lovagolni. Hát le kellett volna őket minden nap lovagolni, ráadásul nincs az, hogy csak zabbat adsz a lónak, tehát a zab a lónak csak zab, az olyan, mint amikor csak, mit tudom én, 98-as tankolsz, nem tudom, egy trabant. Egy héten egyszer lovagoltunk, és egy héti viszont 4 kiló zabot etettünk meg velük. Mire kiértünk a nádas végére, a két ló így függőlegesen ugrál. Mondtam, Tomi, ez nem annyira vicces, én azt hittem, hogy 4 lábon fogunk menni, csak függőlegesen álltunk a lovakkal. Annyira menősek voltak, hogy nem voltak lemozgatva. Na mindegy, szóval vissza kell ülni. Visszaülni. Tehát mi kell? Meccsrutin. Ez a megoldás. Jegyezzétek meg, kedves hallgatók, bármikor úgy érzitek, hogy hullámvölgyben vagytok, ne legyetek magatok alatt. Jó, van egy másik megoldás, az a... De üljetek vissza. Üljetek vissza a nyerekbe, ez a lényeg. Nitrogén-dioxid, K-gáz. Aha. K-gáz. K-gáz. Ez a nitrogén, oxigén, ne, dúsod, de dinitrogén, oxid, nitralgin, na, most azért... Na jó, persze, meg is én, aha. Dihidroxi, betán, propán, dimexi, bután, persze, most már minden jött. Jöjjön már erre egy mentő. Ez a tejszínhabnak a hajtógáza is? Azt szoktam szívni. Egyébként, hát most mindegy, igen. Na, elmondom, ezt nem akartam eddig még elmondani, ezt talán egy kicsit még ebből a szempontból még talán azt gondolom, hogy új lesz a hallgatóknak is, de én kiszoktam szívni mindig. Micsoda? A tejszínhabos palackot, mert sajnálom, mindig érzem, hogy lötyög még benne, és tökre idegesít, hogy még van benne, és megvettem valamit, de nem tudom belőle kiszedni. Viszont az rajta van, hogy nem szabad kiukasztani, meg tűzbe dobni, meg ilyesmi, pedig mind a kettővel szerettem volna már próbálkozni, mert hogy veszélyes. Ezért azt szoktam csinálni, hogy kiszívom belőle. Az utolsó cseppi. De ebből ez a régi patronos, amiből szódát is csináltam? Nem, a rendes, hogy hívják? Ilyen ja, a rendes, tudom, ez előre töltött. Akkor ezért volt. Én lehet, hogy nem is tejszínhab függő vagyok, hanem dinitrogénoxid. Ennek ráhajtottál erre a kégázra? Igen, mert ki lehet belőle szívni. Gyakorlatilag az összes tejszínhab. Én azt hittem, hogy a tejszínhab jön be ennyire. Mindig tök vidám vagyok. Azt hittem, hogy azért, mert egyrészt megkapom azt, amiért fizettem, másrészt meg ittam, ettem, szívtam egy kis tejszínhabot, de ezek szerint a dinitrogén oxid van a ja, most írja a barátom, akivel kim voltunk lovagolni, hogy akkora mentősére nem is emlékeztem, addigra én annyira be voltam tépve, hogy egy idős nénivel szívattak ilyen gázt a mentősök. Várjál, de meg az idős nénivel kis fájdalom volt. És a mama annyira betépett, hogy orgazmusa lett. Emlékszem, hogy a mentős azt mesélte, hogy az öreg asszonynak orgazmusa lett tőle. Itt van az SMS. Tényleg, csak addigra én már ugye megalakultam. Ja, de ez nem akkor történt. Azt nem, csak a mentős azt mesélték. Azt hittem, hogy mind a ketten szívta a kékát, és azóta együtt él a Zolival. Ez is jött meg a mentőbe. Igen, feküdt bent a mentőbe már akkor egy szomjaktöréses néni. Lesz a balsebre! A templomba vigyenek, elveszem ezt! Figyelj, velem kijönni lovagolni nagy élve, hidd el. Tehát nincs tényleg igen? Igen. Hidd el, hogy velem kaland az élet, tényleg. Tehát, hogy... És igen, és az volt, hogy ott már feküdt egy néni, a Tamás is megszívta a gáz, és mire kiszálltak a mentőből, már összeházasodtak. Tehát tulajdonképpen így történt. Nem, csak a mentősök elmesélték. De most van vér a pucájában egy mentősnek. Igen.
akkor megáll most itt a Klassz FM előtt. És behozza az egy mosolyogtató. Akarok veled egy slukkot szivatni. Komolyan mondom. Király. Sose éreztél még olyat. Szerelmes leszel abba, akit először meglátsz. Mondjuk amikor, engem... Zsül elbújt a monitor. Ja, jó. Komolyan mondom. Én akarok neked... Majd nézem ezt a persei malacot. Ahogy nézem egyébként az alul lévő nyílásnak az átmérője kompatibilis is velem. Az a baj, hogy igen. Hogy... Gyere, kicsi. Csörög még. Hogy... Ez nem illegális, ez lehet. Tehát ez tényleg ott van a mentőautókban. De alibinek ne csináljunk egy kulcsöntőt. Valamire törd már el. Hogy lehet ilyet kérni? Megmutatnám neked, hogy milyen. Tehát megnézni neki, nagyon idült most fel az arcod olyan állapotban, amelyet soha nem tudlak ilyen állapotba sodorni, mert megiszol egy kortybort, és azt mondta, hogy elmész aludni. Nem tudunk egy ilyet szerezni, mert a mentőautó nem jön, csak hát próbáld ki. Egyszer már volt, hogy más állapotba sodortak. Próbáld ki. Figyelj, hogyha jó fejek, akkor megállnak itt. Biztos vagyok benne, hogy ez kivitelezhető egyébként. Ez legális. Gyere, gyorsan, Jani, itt tablet megáll. Na, gyorsan. És aztán gyorsan beszaladsz, és csinálok róla egy fotót. Hát figyelj. Valószínűleg a mentősök is rájárnak erre egyébként? Tehát van ilyen, hogy ők ebből szívhatnak? Hát annak nincs meg az adagja, gondolom én nem, vagy nincs benne az, hogy mennyit tudsz ebből szívni. Hát szerintem, amikor mondjuk egy 10 emeletesbe kell felmenniük a 9-re és nincsen lift, akkor lehet, hogy előtte. Igen, de egyébként nem arra a... Hozd a palackot és hozd a hordány. Nem arra a patrolra gondolok, amit te szívsz, tehát nem az. Hanem régen voltak ezek a... tudod, amit betekertél. Igen. Na, és annak volt a hajtógáza. Tehát az a tekerős. Igen, de ez már mindegy, ezt már nem lehet, ezt már kivonták a bolti forgalomat. Vagy van még ez a bolti forgalom. Mi van? Hát így mondják. Nem az, tehát az ízét a flakonos rendes előre töltöttet mondom, nem ahogy hívják, biztos ízét szénsavat szívok, érted? Nem, a rendes flakonost mondom, tényleg ki lehet belőle szívni. Próbáljátok majd. Ne, próbáljátok ki. Nem, én vagyok a hülye. Azt mondja, Balázs úgy ment haza a két lóval, mint Vannam. Igen. Nem is tudom, én azt hiszem, nem is mentem haza azzal a két lóval. Lehet, hogy még mindig ott van kikötve. Tessék egyébként, Bea is azt írja, ő is szívja. Már mit? Nem tudod, de vissza így. Nem, tök igaz. Ha látok egy mentőautót megállni most itt, akkor szóljatok, kiszaladunk, jó? Jó. Csak hogy mennyire a hallgatóink sincsenek otthon a kémiában, milyen megfejtések jönnek? N2O, nitrogén oxidul, írja valaki. Dinitrogén oxid, írja másik. Nitrogén mór. Nitrogén a gáz, nitrogén mór. nagyon jó SMS-ek jönnek, senki nem tudja, hogy mi ez. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy felhozó meccseket kell játszanom, jó? És nem szabad erre az eredményre ráülni, mert nincs önbizalmam. Feledzel kicsit? Felhozol? Ja, az olyan kellene, akire felnézel. Mivel rám ebben a játékban nyilván nem nézel fel. Valaki kezd, tehát most komolyan. Tehát a Szakámiki például jó lenne ebből jó, a szempontból. Jó, Szakámikit fölhívom. Mert ő fölgyúrna. Igen, itt kicsit fölspanolna. Nincs a mentőkön már ilyen gáz, írja egy hallgató, rendszeresítve. Talán pont ezért. Lehet, hogy mentős. Hogy sokan kérték, vagy sokan rájárhattak erre? Aha, de ilyenkor, de akkor mivel terelik el a betegeknek a figyelmét, akkor a fájdalomról, meg a problémájukról kézibáboznak nekik? Ne, nyilván másfajta fájdalomcsillapítót adnak, nem tudom. Írja valaki nitroglicerin, köszönjük szépen. Jó. Okay. Tényleg jelentkezzen már egy mentős, aki mentőben dolgozik. Jó, mondja, nem akarunk tőle tarhálni, csak mondja már el, hogy mi a neve, hogy mit szívtunk mi ott annó a 11-es út környékén, és hogy van-e még ilyen mentőautóban, illetve rá lehet-e járni. Jó, tényleg, ha valaki mentőzik, akkor nyugodtan hívjon már föl minket, 555-55-00. Ilyen kis mentős praktikákra gondolunk, hogy mit lehet adni egy betegnek. Volt-e ilyen, hogy tényleg egy idős néni például, amit akkor nekünk meséltek, kicsit beindult ettől a nevetőgáztól. Azt ott konkrétan mentősök mesélték, tényleg. Mondjuk a 70 éves van, mert így kicsit megszívja, és nagyobb boldog lesz. Ekkora parti van, ami beindult. Szálljál már ki!
Aranyom hányban lányok, hogy feszíts már le az ujjait, tehát nem tudom becsukni az ajtót. Megmutatom a bulámat. Mi akarok? A csúnyámat is megmutatom neked, te kis gonosz fejhajd. Na jó van. Jó, várjuk akkor egy mentős jelentkezését, csak rendbe tegyük ezt az alapfokú kémiát, amit nem tudunk mi gyakorolni, mert annyi megfejtést kaptunk. Jó, 7:30 pontosan, közben Óven bácsira és Beru nénire is lehet egészen nyugodtan jelentkezni. Jó, ha valaki érzi magában a lendületet, tegye meg, SMS-ben jelentkezzen, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva, hello mindenkinek. 62-es villamos nem jár helyettük, potlóbuszok közlekednek, ezt Maci küldte nekünk, és már nincs dugó a Szentendrei úton kifelé, ezt pedig Gábor küldte. Na, mi pedig ugye kértük a hallgatóinkat, hogy jelentkezzenek olyan hallgatók, akik mentőben dolgoznak, mint ugye szakorvosok, mentős orvosok. Hát nyilván ott is van kaland bőven, és hát ez is egy olyan világ, amit mi kevésbé ismerünk, ugye? Hogy mi történik a mentőautón belül, nyilván hál' Isten, de hát azért gondolom ott is van kaland szépen. Péter itt van velünk. Hello Péter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, szia. Péter! Figyelj, te dolgozol, dolgoztál? Én most léptem le, nekünk 7-kor van a váltás, most leléptem, hallgattam a rádiót. Igazániból igaz az a hír, hogy levonják a kocsikról ezt. Igazániból a rohamkocsikon, tehát a legmagasabb szintű kocsikon megtűrik még a kégáz. Pont amiatt vonják le, hogy szép lassan elfogyott az összes palackó. Aha, tehát hogy rájártak, de kik a betegek, vagy a mentősök, vagy kik? Hát a betegeknek is jut időnként belőle, de szorványosan. Ja, tehát akkor van ilyen, hogy ezért nem egyincsen 13-dik, adod a palackot. Ilyen marha nagy tartályban van, ami van egy reduktor, és az időnként meg kell nézni, mennyi van benne, és általában kínosan kevés szokott lenni benne a nyomás. Tehát hogy nem az így az összes mentőautóból elkezdett elfogyni? Hát unalmasabb napokon azért azt mondom, hogy megnézegeti a tartályt, hogy van-e benne valami. Mi a gáz pontosan, vagy mi a neve? Ennek kégáz, dinitrogén oxid, tehát N2O ennek, tehát nem NO2, az nem lenne jó, ez N2O. Ez tulajdonképpen arra nagyon jó, hogy egy olyan 3-4 légvétel után kiszuszogott, tehát nincsen maradék hatása. Jól mondtátok, a habpatronban a hülye gyerekek ezt szokták kivogatni egyébként. Na, hogy beszélsz rólam? De ez a rátekerős patron. Tehát ez nem a te hajtógázod, hanem a régi, klasszik. Nem a szifon patron, nem amiben szódát csináltok, hanem a habpatron. Így van, de a kicsi a rátekerős. Azt szokták kiszívni a gyerekek, úgyhogy víznék vagy tejnékül beletölt, és kijönjön a szájába. Igen. Figyelj, azért mentősként gondolom megéltek érdekes történeteket, nem? Amikor így, hát így... Hát igazándiból ez a dinox, ez arra a legpraktikusabb, hogy mindig jönnek hozzánk ilyen egészségügyi tanuló nővérkék, és nekik be lehet mutatni a kocsinak a készletét, hogy mit tud az autó, és hát akkor meg tudtuk ezt is mutatni nekik, hogy... És akkor csinálnak, szövődnek nagy barátságok, érted, ugye? Hát ez általában két személyes program szokott lenni. Tehát szűkörű oktatás. Ja, nem is akarom tudni, hogy hol dolgozol, nehogy baj legyen. Én arra emlékszem, mondom, hogy egyrészt álltam ott a lovakkal is, nagyon jó volt, kettő, hogy ez pár perc alatt egyébként ki is megy, tehát hogy ez nem egy ilyen hosszantartó dolog. Egy-két percig ott nagyon örültünk mindenkinek, néztem a kulcsontörését, de valahogy nem tudtam vele együtt érezni, mert ott közben én nagyon jól szórakoztam, hiszen már nevetett. Két nagyon vidám beteg voltunk, illetve én nem, ő nagyon, és egy pár perc alatt aztán jobban lettünk, és akkor mondtam, hogy kezd kimenni belőle, mire a mentős mondta, hogy hát akkor parancsolj egy újabb, és mennyi fog Balázs, két lóval tényleg? Hagyjál! Azonnal fölmentem spárgába, messzele remetköztem, és a lovak közé dobtam a gyeplőt. Tehát ez egy ilyen pár percig tart, nem egy hosszú dolog igazából. 3-4 légvétele kiszuszogod. 3-4 légvétele, igen. Balázsnak az volt a szerencsé, hogy vágtában ment visszafelé, tehát így pont elég volt. Igen. És örülnek a nővérkék? Nagyon mosolyognak? Boldogok szoktak lenni, meg mi is. Figyelj, és van olyan, hogy betegre is átteszitek, mert túl sokat beszél, nagyon agódik, szirénát kér, be nem áll a szája, mit? És akkor azt mondta, hogy... Azért ez végül is a betegeket találták ki valahol eredendően. Nem mondod. Tehát... De... Milyen szemétvilág ez? És figyelj, lehet ennek valami alapja, amit Balázs mond? Mert engem nagyon tetszik ez a történet, hogy az idős hölgy nagyon-nagyon jól érezte ettől magát. Konkrétan orgazmusa volt, ezt a mentősök mesélték. Igen. Hát a gátlások ennyi szóldódnak, tehát simán lehet. De hogy el tudsz utána élni könnyedén, boldogságot, az biztos.
de ténylegesen ez rögtön kiszuszogja az ember. Tehát, hát ki tudja, mi halmozódott föl a... magának szokta adagolni. Tehát kap egy maszkocskát, és akkor amikor fáj, mondjuk a csuklótörés, akkor beleszívez be egyet. Igen, egy kicsi patront képzelj el, amit a búvárpalasz csak kicsi, egy maszk, amit fölraksz, hátul a szíj, ugye, és ezt fogod, és tudsz, van rajta egy szelep, vagy valami, amit nyitsz egyet. Megnyitod, elzárod, megnyitod, elzárod. Rövid az út az Árpád kórházig. Mondjuk az ez kellemetlen lehet, amikor egy ilyen idős hölgy egy szám eltartóban ér oda, és kinyitják az ajtót a kollégák. Kettes műtő, kész! Jaj! Most őszintén, miért nem lehet fiatal hölgyekbe gondolkodni? Miért kell az idős hölgyeket nézni? Nem, nekem akkor a mentős ezt mesélte, hogy a néni kérte, vagy rátették, azt nem tudom. Hát simán lehet, hogy valamelyik mentős erre gerjedt, hogy minden idős nénire rátette ezt a maszkot, nem tudom. De ott elmesélték, hogy a néni megvilágosodott picit. Tehát butha állapotba került, 70 év után feltört a Vezúv, és így van. Ömlött a gejzír. Explodált az Etna. A néni nagyon berobbant ettől. Ja, azért hát nem könnyű, de hát nyilván azért kemény a ti életetek is egyébként. Van olyan, hogy nem fértek el egy kanyarban a hordággyal, leesik a beteg. Ugye hát most próbáljuk a vidámabb végét megfogni, de hát ugye ez is hozzátartozik. Hát, kőkemény melótok van, ezt tudja mindenki. Ez nem egy szomorú szakma, nem lehet szomorúan csinálni, ez egy hatalmas élmény az egész. És van ilyen, hogy lépcsőfordulóban véletlenül kicsit függőleges beállítottátok a hordágyat, mert nem fértetek el a kanyarban? Vagy ilyen történetek vannak? Finoman, ami elmesélhető. Hát akkor lecsúszik esetleg. Ja, azt hittem, hogy mesélsz egy-két konkrét történetet, de ha nem, hát nem. És most mit csinál, szabadnapos vagy? Most végeztem, most megyek hazafele. Ott voltam lelépős. Lelépős? Az mi az, hogy ilyen eltávos? Mint hát éjszaka dolgoztam, hétig tartam őszak, ott lett vége annak. Most volt valami kicsit konkrétabb, ma mi volt például ebben vagy az előző műszakodban? Hát általában két típusú mentőorvos van. Az egyik az, aki egy fogyász típus, a másik, aki egy picit sebészebb gondolkodású. Én az utóbbihoz tartozom. Azt feltem, amikor ilyen jó kis balesetek vannak. Ez az most nem volt, úgyhogy uncsi volt az éjszaka nagyon. Ja, ebben szól, hogyha ha kell, hanem te műtesz. Igen. Ja. Figyelj, ha valakivel nem akarnék találkozni, az te vagy. Ha már téged látok, az nagy baj. Emlékszel, én vagyok ti. Veled beszéltem a rádióban, igen. Az már nem annyira jó. Miért megy valaki mentőorvosnak? Hát annyi... A adrenalin miatt. Igen? Van benne, hogy... Persze. De mi az nagyon adrenalin? Nagyon-nagyon alulfinanszírozott, tehát igazándiból mindenki valami más állást is dolgozik, tehát azt lehet mondani, hogy a kereset miatt, az adrenalin miatt, a kihívás miatt. És neked mi a másodállásod? Én főállásban sebész vagyok. Ja, hogy sebészorvosként dolgozol, és akkor a másod állásod a mentőzés tulajdonképpen. Persze. Miben az adrenalin, hogy odaértek, vagy hogy tudsz-e segíteni, vagy hogy annyira stressz hatás alatt kell ott gyorsan pillanatok alatt teljesíteni, vagy döntéseket hozni? Az izgalmas, hogy amikor mész egy balesetet, nem tudod, hogy mi vár rád. Tehát az, hogy picit vakon mész vele, és nincs az, mint hogy mondjuk egy kórházban, vagy esetleg egy más társzakmában órákig tudsz nézegetni könyveket, hogy mit kell csinálni, prompt kell döntéseket hozni. És ez mondjuk ez a sebészete nincs meg, vagy ott hiányzik egy kicsit? Hát ott is megvan, ott is már, de itt még jobban megvan. Aha. Finoman ilyen adrenalin függő vagy, ahogy hallom. Persze. Igen, illetve dinitrogénoxid. Dinitrogénoxid, igen. És hogy vezeted le ezt a sok borzalmat, amit látsz? Engem mindig az érdekel, akinek ez a hivatás. Dinitrogénoxiddal. De nem, most komolyan... persze, nyilván, de most komolyan kérdezem, hogy tehát, mit a természetet járod, vagy nyilván nem otthon is horrorfilmeket nézel, tehát valahol ennek azért távoznia kell, ennek a sok szörnyűségnek, amivel az ember nap mint nap találkozik. Piába a hivatásod, meg szereted, hát akkor is azért ez lerakódik. Sport. Tehát... Sport az segít. Sporttal. Aha. Párkapcsolat? Van? Szokott, igen. Szokott, ja? Ja, igen. A dinitrogén. Igen. Lányok jönnek, igen. Na jó van, oké. Kollégina, fáradjon beljebb. Pihenjél akkor, Péter, köszi, hogy beszéltünk. Oké. Ciao. Hello, sziasztok. Szia. Hello. Jó arc, elmondtam. Nagyon jó arc volt, nagyon jó arc volt. Csak akkor lenne jobb, ha erre jönne. Igen. Hogy megnéznélek téged most? Gyorsan kimegy. De valószínűleg ez nem okozhat a függőséget. Hát nem jársz, nem akarsz utána. Nem akarsz ott függőséget, hoztatok már egy palackot. Nem akarsz utána patikákba betörni, vagy habpatront szerezni, csak érdekes az érzés, egyszer meg kellene tapasztalnod egyébként. Na jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szabolcs, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt, csak rászpontottam. Hello! Ha patronoztál régen? Igen, előfordult.
Te jó Isten, hát ez aztán nem követendő dolog. Abszolút elítéljük. Nem, ez egy... ne is tanítsuk erre a fiatalokat. Hát már nem, aztán már kivonták a bolti forgalomból. Ne. Azt te csak hiszed. Nem, mondjuk azt, hogy kivonták a bolti forgalomból. Persze, kivonták tényleg. Már a bolti forgalomból. Nem, igen. Nem lehet kapni. Mi történt? Tévesen kódoltad és kipróbáltátok? Vagy valami, hogy sikerül? Hát cimborákkal, szomszédokkal néha összeültünk, és akkor úgy jó volt. De mi nem snapszeroztatok például. Vagy ultisztatok, vagy kanasztáztatok, vagy bármi. Ki mondta, hogy közben nem csináltuk. Sokkal durván. Igen. Royal Flash! Ezt kanasztam. Igen. Fedáksári, hülye vagy, pókerezni. Na jó van. Hát erről élő adásban értsd meg, hogy nem kérdeztetek többet. Jó? Én köszönöm. De a számod megvan. Ha keres a hatóság, természetesen kiadjuk. Együttműködünk. Mi abszolút együttműködünk a hatósággal, így van. De ez már régen volt, gondolom, elévült, nem? Abszolút. 5 éven túl van már. Mondjuk a hangodon ez azóta is hallatszik, de remélem nem apadront ebben, nem maradandó károsodás ideje. Mivel foglalkozol most egyébként? Pénzzel, pénzügyekkel foglalkozom, számokkal. Uzsora kamat? Mondjuk így. Nem olyan, te rejtélyesen mondtad, pénzzel, pénzügyekkel. De remélem nem az én bankomnál vagy. De mi, banki alkalmazottként, vagy hitel? Nem, pénzügyszámvitel. Ja, pénzügyszámvitel. Aha. Igen, gazdálkodási terület. Hát, ez kicsit szárazabb területre sodrottál akkor így a habpatron után. Ugye? Hát igen, ezt próbáljuk egy kicsit hígítani néha. És most mivel dobjátok föl a hétköznapokat? Hát most semmi, a jó öreg megszokott pálinka. Igen? Á, öregedtek akkor már ilyen kis öregesen. Na jó van. Oké, figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Berunénim. Húha. Ez a mentők? Ez a hot rendszer. Hát ők kint voltak 15-én valahol. Ja, igen. aztán szétszélettek. Hát igen, nagy szél van. Nagy szélben vannak. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ne! Te ebből nem jössz rá, akkor nem vagy férfi. Hát, én tudom. Ne, hogy tudnám? Na ezt még egyszer, akkor a 2 másodpercet hadd halljam még egyszer. Mutatjuk, figyelj. Te jó Isten. Hát párom sértetlenül néz rám, pedig... és... általában ki szokta találni, de most nem. Marha érdekes egyébként, mert marhára. Valamilyen szempontból ez a dal kapcsolódik a mostani szakmáthoz vagy hivatásodhoz. Atya Isten. Mutatjuk még egyszer, jó? Oké. Okay. Jézusom. Kivegyük a bögrét? Hát, egy gazdasági műsorok is volt ki. Ez a zenéje még a 80-as években. Kivettük, jó a bögrét? Szerintem mutatunk hosszabbat, ez nagyon nehéz. Rendben. Figyelj. Jó Isten, mi ez? Hát lövésem is. Annyira ismerős a... De nem tudok. Na, megmutatjuk, hogy mi lett volna, figyelj. Oké, rendben. Jó kis Pink Floyd. Jézusom. Tudtam, hogy ismerem, de nem ugott volna be ma soha. Hát ez így nekem se ebben a formában. Hogy jön ez ide? Jó, hát igen. Hagyatékból kaptam lemezeket. Hát ez sajnos nincs meg, de jót beszélgettünk viszont. Semmi gond, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszi Szabol. Szia. Sziasztok, ciao. Írt meg a barátom, akivel együtt lovagoltunk és elindítottuk ezt a témát. Már csak annyit írt, hogy erre sem emlékeztem. 3-an szívtunk, a mentős meg mi. Nem is maradt. Ott van legalább. 3. Hát ez tökére. Erre nem is emlékeztem, akkor a mentős is. A sofőr meg elő bosszankodott, hogy kimarad a buliból. Álltunk a lovakkal. Jött a mentős, ő is kér. Erre nem is emlékeztem. Aj, szép történetek voltak ezek. Milyen jó az embernek loba van. Hát. Ugye? Eljut egy mentőig, ahol kégáz tud szívni. Hát, nem csodálatos dolog ez a lovaglás? Nincs hát én mondtam. Érted, mennyi endorfin. Mondtam, tessék elmenni a természetbe lovagolni. Hát egy csomó mindennel találkozik az ember, ami előtted nem ismert. Mondjuk a kulcsontól és 8 napon túlgyógyul, de hát, se baj. Az igaz. Sok kellemes emlék, meg azok a fotók. Tudom, hogy levettem róla az óráját, hogy nehogy ellopják a kórházban. Arra még emlékszem. Fú.
Ennek milyen jó üzenete van most. Én elég emlékszem. Mondta, figyelj, Tomi, kicsit megalakult a fény. Hallod itt, ez se resájol senkinek. Én leveszem a Patek Philippe-en. Hát figyelj, hogy kell vissza kórházal, ellopják az órádat. Ez nem a te kezed. Jó, kicsit megalakultunk már. Az a durva, hogy azóta se adtad neki vissza, most persze, hogy mindig nálam van az órája. Na jó van, 5 perc, pontosan 8 óra, hétvégén lovagolni megyek, ha valaki... Ha tök jó, igen, és az alsod is tudom, hétvégén azt is vele. Ha valaki gondolja, tartson velem, miért megy lovagolni. 4 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, kívánunk, itt vagyunk. Bocsánat, csak még kölögtem egy pillanatra. Hello Jani, jó reggel. Hello, szia, semmikor. Szia, jól vagy? Aha, most köszönöm szépen, elég jól. De nem állt meg senki. Hát persze, hogy nem, hát nyilván egy persze. Harapást. Egy falásnyi. Egy kis abrakolni valót. Itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink mi mindig, mert ami drága hallgatóink mindig küldenek nekünk. Eger és Kerecsen között a 6-os és a 7-es kilométer között trafiznak egy kék golfból, ezt Laci küldte nekünk. Baleset van a 14. kerületben a Mogyoród és a Vezérút kereszteződésében, két kocsi, a mentők most mentek el, Ati is küldte nekünk. Az M0-áson az M5-ös felé az M31-es kijáró után egy kamion áll a középső sávban, mögötte rendőr, jelenleg nem akadályozza a forgalmat, betonozás várható. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen! És jött még egy, az Árpád hídon Pest felé egy kicsit lassabb a haladás, de az okát különösebben nem látom. Ádám küldte nekünk. Van még a 8-ason Ajka közelében a 80-as körnél körment felé három autó, összeszakadt, köztük egy busz, és Zuglóban a Nagy Lajos Mogyoródi sarkon több autó ütközött, aki befelé jön a Mogyoródin, számítson torlódásra, ezt Eni küldte nekünk, köszönjük szépen. Aki pedig még nem lájkolta a Facebook oldalunkat, azt tegye meg sürgősen. Köszi! Bizonyám, rengeteg extra tartalom, csak úgy, mint a morningshow.hu-n. Így van. Ott hát. Mi van? Ja, azt hittem, csak kérdezted, hogy jó. Hun, hát ott hát. Figyeljetek, a BKK-nak a honlapja viszont nem még érdekel. Mindig... Ja, ne, akkor hagyjuk. Mi van? Semmi? Soha nem értem egyébként, hogy miért van ekkora fáziskésés. Tehát, hogy miért nem lehet, ahogy mondjuk bármilyen okostelefonról, egy pillanat alatt meg lehet osztani bármilyen posztot bárkivel, ha van egy ilyen Facebook oldalad, akkor, hogy a BKK miért nem tudja frissíteni mondjuk percenként. Tehát, hogy a hallgatók miért mindig sokkal frissebbek, mint maga a BKK. Hát mert gondolod, mire lejelenti, hogy baleset történt, mire bemegy a diszpécsernek, mire a diszpécser szól az online központnak, mire az online központ kiadja valakinek, hogy tegye fel az online-ra. Hát nincs, szerintem az online, az nem feltétlenül van kapcsolatban minden egyes busszal. Ez ott ül egy szoftveres, és várja az infót. És ha megkapja, hogy a 73-as, nem tudom, busz lerobbant, akkor begépeli, és frissíti az oldalt. Akkor a BKK adjon minden egyes metró, buszvezető, villamosvezető, trolbuszvezető munkatársának okostelefont, és belépést, és jelszót, és posztolási lehetőséget. És mindenki írjon, amit akar. Nem? Az milyen szép lenne. Mikor adják már át a 4-es metrót? Az első utas akarok lenni, akik egyenként kiszáll, lefotozza az állomásokat, fölrakja a Morning Show Instagramjára, hogy metrózik. Zsűl, te be otthon vagy? Március vége. Március vége? Mint valami Zanzibár szám, egy úgy hangzik. Volt a Zanzibárnak, hogy március végén. Nem, akkor lesz a halálom, vagy micsoda. Tehát március végén átadják a 4-es metrót. El akarok menni, újra tömegközlekedni. Az én esetemben azért ez viszonylag ritka. Ezt egy hosszú távú projektnek tervezed? Nem, az csak egyszer. Nem, egyszer. És kiszállni és megnézni egyenként a megállókat. Fotózgatni, föltölteni az Instagramra. Megmutatni azoknak, akik még nem mentek el. Az első között akarok lenni. Tudod, hát én nagy átvevő vagyok. De miért nem jelezték eddig neked ezt a dolgot? Mit jeleztek annyiszor volna? Mert annyiszor beszéltünk már róla, hogy jelezték, hogy van erre lehetőség. Ja, hogy egy ilyen külön szerelvénnyel elvisznek? Hát nem, hát csak az elsőnél, hogy ott leesünk. Biztos, hogy meg fogják hívni a sajtók tisztelt képviselőit. De én nem ilyen sajtóvetítésre akarok menni. Én vegyülni akarok. Van most egy ilyen vegyülési vágy bennem. Lehet még ott egy metróvezető is, vagy mire gondolsz a vegyülés alatt ismerve téged? Nem, hanem hogy beáramlok a többi utassal, átérem ezt a flow élményt, hogy áramlok, és a többi utassal együtt birtokba veszem de a megállót. De igazi utasok legyenek, vagy fizetett statiszták? Nem. Nem, igazi utasok, tehát ott vagyok, amikor az öreg néni elbizonytalodik, meglátja a mozgó lépcsőt, segítem. Megyek tovább, rászólok a graffitisre, hogy ez egy új megálló, ne fújja még össze. Lejt valamit a bácsi, ott vagyok, felszedem neki, tovább sietek.
átadom a helyem a néninek a metró. Tehát amikor újra azokat átélem, mint tinédzserkorban, és közben lefotózom az összes olyan megállót, ami elvileg gyönyörű. Láttam fotókat, figyelj, ez tényleg így néz ki, és ez valóban ilyen lesz, ez gyönyörű lesz. Tehát Európa egyik legszebb metrója lesz. Számomra egyébként legalábbis, ami a megállók alapján látható. Nekem az lesz a nagyon nagy élmény, hogy olyan helyeken tudok majd feljönni a föld alól, ahol addig még nem. Ugye milyen fura, hát a metró a megállókat is építenek, és ott általában föl is tudsz jönni. Igen, ez de érdekes, hogy összerettem ezt a dolgot. De például a Rákóczi téren. Hogy egyszerűen úgy jövök fel, vagy ott jövök fel, ahol addig még soha. Pedig 20 évvel ezelőtt mennyire sűrű jöttél volna fel a Rákóczi téren, csak így akkor van, ott még nem csak volt megálló. Kapu, és volt elég mély hozzá. És mind mondták, hogy kispis is mennyire, nem vagy még ehhez elég érett. Na, viszont megtaláltam egy olyan videót az interneten, vagy rátaláltam, ami hát tulajdonképpen traumatikus élmény volt, és elgondolkodtam ezen a videón. Már nem magán a videón, hanem ez további gondolatokat indított el bennem. Chemtrail? Nem, hát egyszer elsütöttem, nem akarok róla beszélni. Szombaton is volt chemtrail az égen egyébként. Gondolom. Láttam. Főleg, hogy olyan fájdalmi volt, hogy alig után fel kell, nyilván vizionáltál. Az meg megyünk valahol a gyerekkel, és meglátja egy kondenszséget az igen, és azt mondja, hogy apa már megint kezdik. Tehát, ez a gyerek. Szegény gyerek. Úristen. Fölnéz az égre, és szól nekem, hogy apa már megint kezdik. Ne, legalább őt. Amúgy kell azt mondani, hogy apa már megint kezdünk. Ne, ő. És megálltam, fölnéztem az égre, igazad van, Benő, már megint kezdődik. Atya úristen, nagy vihar készülődik, és mint Sarah Connor. Már a gyerek is tudja, nincs végzet, csak a bevégzet. Jézus. Na megtaláltam, illetve nem én, csak az interneten most újra felkutatták Sylvester Stallone videóját, méghozzá az első olyan videóját, amivel Stallone befutott. Ugye ez egy erotikus videó. Jaj. Ez egy erotikus videó, ugye Stallone-ről talán kevesebben tudják, de Stallone ugye legelsőként nem filmszerepeket kapott, meg forgatókönyvet írt, hanem pénzszűkében volt, és elvállalt a 70-es évek elején erotikus filmeket. Ha mindenki ezt mondja egyébként, hogy pénzszűkében volt, meg hogy kellett a lóvé, erre meg kellett a lóvé, arra meg egy kis botlás volt, meg kényszerítették meg, ahogy hívják, ott kellett. Hát szerintem a legtöbben azért mennek, mert valójában pénzszűke volt, nem most a hatalom. Jó, az édesanyámnak nem volt társadalom biztosítása, és ezért persze. Jó, hát most mit tudom, ilyen vadonatúj pornosztály, mint Sasha Grey, nyilván nem azért megy, de a 70-es években mondjuk Madonna belecsúszott, meg Stallone belecsúszott. Hát ezek... Madonnába csúsztak. Igen, de hogy, tehát, hogy mindegy, Stallone ezt mondja. Azt tudtam egyébként, hogy többen vállaltak. Hát volt ilyen Cameron Diaznak is például a legnagyobb megdöbbenéssel. Olvastam nemrégében azt, hogy például Jackie Chan is szerepel. Azt nem akarom megnézni. De Istenem, nem. Ha erre az oldal, nem. Jackie Chan, azt ne. Jackie Chan nem. Igen, mert inkább a részes kung fu emlékszik tőle szívesen az ember meg az Istenek fegyverzetére, nem arra, hogy pornofilmekről is szerepel, de ott volt például Sasha Henn is. Udo Bringman. Igen. Vicces, úgy akartam kinézni még 16 évesen is, mint ő. Ő egy csomó ilyen izében, ilyen kis nyugatnémet soft. Igen, filmet szerepel. De... Na mindegy, elmondom mindjárt, hogy miért beszélek erről, csak szeretnék egy kicsi ízelítőt adni, hogy mi történt. Fogadjuk ott ebben a filmben. Fogadjuk kisebb neki, mint a tiéd, és most ezért akarod nagy dobra be. Hát egyébként, figyelj, ránézésre nem lábad tőle könyvbe a szemem. Nem homályosom a tekintetem. Hogy ez miért német, egyébként azt nem tudom, tudjuk, hogy ez miért német, Laci? Nem tudjuk, hogy miért német. Tehát németül szinkronizálták az egyébként amerikai színészekkel forgatott erotikus filmet. Nem tudom. Hát German copy. German copy valószínű így van. Csak a hangulat kedvéért, hogy miről szólt így ez a 70-es években. Ki sem tudom találni. Várjál. És közben látott Stallone nagyon birkózni egy... Elképesztően szőrös nővel, de hogy valami döbbenet. Ott van, föl neked is kiraktam. Ja. Aztán, köszönöm. Tehát premier plár van Stallone fel neke. Ez erotikus, tehát sokat nem mutatnak. Ez volt az, amivel Stallone ugye befutott. De nyomorú. Na, az nem mondjuk ez a része, ez mondjuk teljesen. Aha. Csendes kisiparosként dolgozik, tehát hogy nincs... Teszi a dolgát. Teszi a dolgát, abszolút, tehát nincs vele baj. Hogy azon kezdtem gondolkodni. Hogy? Hogyha rólam lenne egy ilyen felvétel. Igen. Én megosztanám. De azt te rohadjál meg. Ami nincs. Ezt nézzétek, ha-ha. Igen, akkor? Hogy
hogyha valami egyszer elindul az interneten, ahogy szerencsétlen Stallone-nek is elindult, nyilván minden megtett, hogy ő ezt eltüntesse az ügynökeivel, felvásárolta, megvesztegetett, eltüntetett, megvesztegetett, igen, beásott embereket, eltüntetett, ház alapba rakott. Hogy ami egyszer kikerül az internetre, azt soha többet semmilyen formában nem tudod elindítani. Tehát én például bemegyek utánad a budira. Igen. Vagy elrakok oda egy kamerát, és leleplezlek téged, hogy te női budiba jársz kumantani. Hát berakok egy... Meglepődnék, ha rajta kapnál. Berakok egy kis kamerát. Szemétségből föltollak a netre. Szétszórom. Uh-huh. Mint a magot. Az onnantól kezdve soha többet esélyed nincs arra, hogy rólad hátrányos tartalmat te leszedjél az internetről, hogy mondok mást. Valakinek például az igen, exe... azért mondani akartam, hogy mondjál más, mert hogy ez egyébként ez egy erőstelés fikció, hiszen utána piknikelni lehet a WC-ben. Tehát, hogy csak mondom, hogy más után is a papírtörlös, vagy hívják ott tartokat, lenyomkodom, feltörlök, érted? Kitakartam a fajanszot, letörlöm az ablakot, érted? De most ezt nem kell szégyelned mind a hét... Viszont a Feri után. Mind a 7 milliárdra rákuporodunk a WC-re, tehát ezzel nincs baj. De hogy mit tudom én, valakinek az exe csinál egy fotót róla, amikor ők együtt vannak. Szakítanak, bosszúból elkezdi terjeszteni az interneten. Hány olyan kiszolgáltatott nő van? Hány olyan pasi van, akiről terjengenek fotók, akikről fönt vannak videók? Ugye hát most a király apukáról is lehet hallani, hogy ő leszeretné szedetni a Lindának az énekét, ugye, amikor szegénynek rosszul igen, ment a himnusz. Igen, beletört a bicskája a himnuszba. Igen, de egyébként a Linda nagyon cuki csaj, meg nem akarom bántani, rövid zárat, ez megtörténhet. Tehát, hogy hát meg ráadásul ugye, na mindegy, tehát hogy őt ezt a szituba egy kicsit úgymond belekényszerítették, tehát hogy nem igazán. Igen, de nem mondom, nem is akarom őt bántani. És megjelte, hogy csaj. Ezt kell csinálni. Én nagyon kedvem a Lindát, egy tök cuki csaj. De ugye most a király apuka is egyébként szeretné leszedetni, és mindent elkövet. A király bácsi. És megint lebácsizott. Jöttél? Hát nem. Hát a bácsi, hát király bácsi. Hát, három olyan szép nagy derék gyereke van, szerintem. Hogy például én csinálok magamról egy ilyen videót, vagy megkérlek téged, hogy gyere át hozzánk és csinálj egy ilyen videót, mert mi a Wikivel csinálunk magunkról, vagy te fogod a kamerát. Bármikor szívesen. Figyelj, már azt hittem, hogy sose kéred meg. Annyi ide ismerjük egymást, de... Én elhagyom a telefonomat, ahol ott van a videó. Fölkerül a netre. Soha többet esélyem nincs, azt leszedetni. Életbe. Szerintem onnantól kezdve, hogy valakinek feltűnt, hogy ez a videón te vagy. Pláne, hogyha utána jön 1-2-3-4 megosztás, onnan a jó Isten se fogja tudni levarázsolni ezeket a videókat. Mert ha még azon a portálon, vagy arról a portálról eltüntetik, ahol először megjelent, de onnantól kezdve, hogy valaki ráfűzött, felteszi egy másik videó megosztóra, egy harmadikra, egy negyedikre, egy ötödikre, és utána tényleg csak időkérdés, meg ugye nagyon sokan ráadásul le is töltik maguknak, ott van a kis videótárban, és abban a pillanatban, hogy azt látják, hogy eltűnt mindenhonnan, és ártani szeretne neked, vagy szóba kerül csak valamilyen fórumon, megint földobja, és kész. A büdös életben nem lehet eltüntetni. Az a vicces egyébként, hogy közben meg érted már a Stallone is lassan 70 éves. Igen, érted? És még mindig megnézted ezeket a filmeket. Láttad a Stallone azt a videót, basszus. Tehát kérdezek valamit, mondjuk te, mit tudom, 20 évesen flangálsz a Váci utcában. Igen. Volt ilyen. Na, a kiszimadt szatyroddal ott mész. Találkozol Pierre... Mártam a City Grillbe. Találkozol Pierre Woodman-nel. Tényleg. Pierre Woodman felvisz téged egy szobába. Tényleg. Beugrunk előtte a tavernába egy kondiburgerre. Eztek egy kondiburger. És Pierre Woodman elvisz téged egy castingra. Ne adj Isten ígér neked $100, hát akkor az neked a világot jelenti, te belemész ebbe a castingba. Ugye hát vannak ezek a casting videók, ahol Pierre Woodman lelkes magyar lányokat castingol. Ne adj Isten kivételt ez, és azt mondja, nézd már itt az öcsém, a kisani, lecastingolom őt is. Ja, inkább azt csinálok egy jó reméket, érte, kéne kuka. Te belemész ebbe a castingba, Pierre Woodman téged is lecastingol, és ott leszel a Woodman casting 26-os nem, epizódjában. Ott ülsz, lapozgatod a kis magazin, majd fejjel nem üre vetközöl. Soha többet nem tudod eltüntetni az internetről? Soha. Tehát nem, nincs ilyen, hogy mint egy egyszer fölkerül? Mint egy bélyeg, soha. Tehát, hogy nem létezik, hogy ezt valahogy hogy el tudják tüntetni, meg hogy az összeszállat el tudják jogászok, hát ők azért ezt előbb-utóbb valahogy csak le tudják tiltatni. Nem? Figyelj, szerintem az internetjogászok eleve ebből élnek. Tehát valószínűleg ők lehetnek a legnagyobb megosztók, hogy legyen folyamatosan melójuk. De például, amikor volt a Csisztúnak a videója, meg hány ilyen videó az nem az övé volt, azt te is tudod. Csisztóhoz hasonló... Nagyon hasonlító. Videó. Így van. Most elbizonyítom. Egy fiatal tornászlányhoz nagyon hasonlító. Igen. Aki nagyon hasonlított a Zsuzsára. Nem ő volt? Na!
Mi van, megfenyegettek? Vagy... Nem. Te nézted meg a legtöbbször ebben az országban. Nem, csak azért mondom, hogy nehogy eltűnjön. Nem ügyezetesen valaki. Neked az még olyan világ, hogy egy szeret csoki. Szeretem azt a videót. De nem, tehát ő se tudja? Soha többet? Nem. Tehát élete végéig ott lesz ez a videó? Hát bizony. Mert nekem is van pár ilyen videó. Soha többet nem tudom ezeket leszedetni? Hát szerintem nem. Nem, mindig lesz, aki elteszi magának talomba, aki újra megosztja, aki valahova szépen elrakja, és utána az alkalomra vár csak, és utána megint előkap, és felrakja. Jó, ha van internetjogász hallgatónk, hívjon már föl bennünket, hogy tényleg hogy megy, szerintem ez egy érdekes dolog, hogy bárki, akiről fölkerül egy olyan kép, nem is videó, csak kép, vagy olyan helyzetbe kerül, mi ennek a következménye, vagy hogy lehet ezt levedetni? Kicsit felment a vérnyomásom. Na, már nem, igen, valaki álljon már meg egy mentővel. Múltkor, ezt el kell, hogy meséljem, múltkor magamra zártam egy budit. Ne csináld. De miért teszel ilyen? És arra gondoltam. Régen mindig nyitott ajtól el kakiltál. És arra gondoltam, hogy mi van, ott összeesek, és ott fogok feküdni letolgatjával a budin. Erre gondoltam a múltkor. És csöng a telefonom, és nem találnak meg, és meghalok a budin. Leesek a vécére. Ráadásul felakasztottad magad egy nyakkendővel. És mennyire méltatlan, hogy rám törik az ajtót az RTL-be, és úgy találnak meg, hogy ott fekszem letolt nadrága mesztelenül. Mindegy, nem, ezen gondolkoztam. Hogy... Balázs, mit erőbe? Mindegy, már milyen kondestigos. És csinál rólam egy fotót. És csak utána hívja a biztonságiakat meg. És ezt a fotót mondjuk fölteszi az internet, hogy ott fekszem, hozzá, nagyon méltatlan. Hozzátok a defibrillát, hozzátok! De előtte még gyorsan egy csicset. És mindenki így emlékezne rám, hogy hát a budi bizony. Megtalált csávó. Hát és ráadásul gondolj bele, hogy elég nagy felbontás van. És bármit csinálnék 20 év alatt, az lenne az emberekben, hogy a csávó, aki meghalt egy budin. Érted? Az. És ott feküdnék így nyomorult, így letolt gatyával, még csinálnak rólam egy fotót, és soha többet nem tudnál, hát az David, anyám nem tudná levetetni. David Carradine-ról kinek jut az eszébe a Kill Bill? Azok után, hogy mindenki tudja, hogy találtak rá egy szekrényben. Egy nyakkendővel, igen, mesztelenül. Igen. Oh. Ez az a csáv, akire úgy találtak, ezt mondják róla, nem azt, hogy ő kapta meg a Kung Fu Bruce Lee helyett. Igen. Itt van Zoli, a internetjogász. Hello Zoli, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Te internetjogász vagy valóban? Igen, meg ezt felállítom magamról. Igen, vagy ezt mondod magadról. Figyelj, itt a Stallone videója kapcsán kezdtünk el beszélni, nyilván ez egy kicsit konkrétan, ha már valakiről ilyen videó kerül ki, de most ugye a királyapuka is azon dolgozik, hogy eltüntesse a Linda egyik darabját, ugye, ha lehet így mondani. És nagyon sok ember van hasonló helyzetben, képek kerülnek föl, tartalmak kerülnek föl, hogy ez soha többet, ha fönt van az interneten, nem lehet eltüntetni? Soha. Hogy van ez? Hát gyakorlatilag a válasz az kettős, hogy a jogás soha nem mondja azt, hogy fehér vagy fekete. Tehát egyrészt baromi nehéz annak a helyzete, akiről valami kártékony jellegű, tehát ilyen letoltna drágos vécén elájultam kategóriájú fényképet. Na, ennek örülök. Felkerül, nagyon nehéz a helyzet. Azonban tudod, hogy szokták mondani, a helyzet súlyos, de nem reménytelen. Tehát azért sok eredményt szoktunk elérni. Az is egy óriási eredmény, ha például a Google indexálásból, tehát a keresőben, ha beírják mondjuk a nevedet, és nem jön neki ez az inkrimináló fénykép vagy videó, már az is egy nagy eredmény, tehát ugye a legnagyobb probléma a nettel az, hogy a Google-ben mondjuk egy 15-10 évvel ezelőtti bármilyen cikk, vagy fénykép, vagy videó azonnal kijön a nevedre, tehát egy állásinterjú, vagy egy randevú után, vagy valami, rögtön ott áll az ember, hogy basszus, 10 éve mi történt, és nem tudja leszedetni. Tehát már az is egy nagy eredmény, ha ezt a Google indexálást megszüntetjük. Aztán persze utána tovább lehet menni, tehát a forrásokat is lehet töröltetni, és erre is vannak módszereink, azért szoktunk eredményt. De várjál, figyelj, például én mondjuk... És még ki? Az olyan, hogy elpattan egy ére fejembe, megittam két kávét, és annyira rosszul vagy. De most már fotózol. Szóval azt akarom, hogy én. Mondjuk felvásárolom Jani videóját, ahogy elmegy a budira. Tehát meg, ez enyém lesz a szerzői jog. Nézd el, neki szereti ezt a vonalat. Akkor tulajdonképpen, ha enyém a szerzői jog, úgyse tudom levetetni? Igen, tehát gyakorlatilag két nagy eszközöm, ez egyik valóban, hogy egy királyapuka eljárt a szerzői. Várjál, nem hallunk most egy kicsit átmentél droidba. Igen, átmentél autodítóba. Mondj valami. Most jobb? Most jobb, igen, szóval. Oké, okay. Tehát az egyik módszer tényleg az, amit a királyapuka csinált, hogy a szerzői jog megvásárlásával szerzői jogosultként töröltet anyagokat, de egy másik nagyon fontos jog is van, ez a személyiséghez fűződő jogok, tehát a
személyhez fűződő jogait, ha ezek sérülnek, akkor anélkül, hogy tiéd lenne a szerzői jog, akkor is vetethetsz le dolgokat az internetről, csak azt kell mondjam, hogy egy kicsit nehezebb. Tehát akkor a király apuka most tulajdonképpen úgy tudja levetetni például a Linnának a videóit, hogy megvette a szerzői jogokat a videóra mindenkitől, pontosan. És ezáltal már az övé az összes videó, ahol a Linda énekel? És ővé a szerzői jog, és így szerzőjogosultként egy nagyobb lehetősége van például a YouTube-nál a folyamatos töröltetésekre. A kislemez. Igen. Tehát akkor nekem meg kell, hogy vegyem Jani videóját például, bizony. A Janiról fölkerül egy ilyen videó. De ha nem sikerül, még akkor is a személyhez fűződő jogai sérelme miatt, mert ugye az emberi méltóságodban sérthetnek ezek a felvételek, ezek kapcsán is lehet eljárást kezdeményezni, csak nehezebb. Lassabban halad, és például a YouTube-nak sokkal hatékonyabb törlési mechanizmusai vannak, ha a szerző jogosultságodat igazolod. Ez különben mindenre igaz. Uh-huh. Tehát ez a Google indexálás megszüntetésére is minden ilyen dologra igaz. Hát ez tök jó. Sok ilyen ügyetek van, ahol egyébként megkeresnek, és nagyon mondjuk elkeseredett emberekről készült egy rossz kép, vagy az exek kiszúrnak, ugye nagyon sok ilyen ex tesz föl. Ahol ezeket mondod, tehát remélem nem a te ügyeid voltak nálunk, de pont szó szerint ne. Hát figyelj, ha még nem láttál róla a mesztelen képet, akkor még nem ment az exem. De jó, tehát szó szerint ilyen ügyek vannak pontosan, most múlt héten volt egy ilyen sztori. De mi történik, hogy tulajdonképpen az ex nem tud belenyugodni abba, hogy szakítottak, van a barátnőről egy mesztelen kép, azt fölrakja az internetre, és így áll bosszút? Igen. Igen, hát erre vannak, most nem akarok reklámot csinálni ilyen eléggé képes hátterű oldalaknak, de hát van, aki ezzel szórakozik, tehát hogy ilyen külön robotuk van, ahova ilyen felvételeket, meg videókat várnak. Mekkora rohadékság? Ennek egyébként jogi következményei lehetnek rájuk nézve is, ugye? Hogyne, sőt, most mondani akarom pont, mert nagyon aktuális, hogy szombaton lépett hatályba az új PTK. Így van, március 15-től így van. Pontosan, és ennek kapcsán sokkal könnyebb lesz ezeket a kártérítéseket bevasalni, tehát adott esetben ez pénzbe is fog fájni, nem csak a jogi hercegúca lesz. Hát erre csinált egy amerikai srác egy oldalt, aztán őt most éppen már börtönbe rakják, lehet, hogy te is ezt mondtad, ahova bosszúból lehet feltölteni képeket. De ez Magyarországon is van, csak mondom, nem akarok reklámot csinálni annak az oldalnak, tehát van itthon is egy csomó ilyen hely. És ezeket nem lehet megszüntetni, vagy ezek abszolút működhetnek? Hát ugye ők úgy működnek, ők gyakorlatilag most egy ilyen szakszót mondok, hogy ők tárhelyüzemeltetők, tehát ők csak a szervert adják végül is, és a képet te töltöd fel, és a felhasználó a felelős. Ő csak akkor felel, hogyha utólag szóltak neki, és ez nagyon itt kötök vissza arra, hogyha utólag szóltak neki, és tiéd a szerzőjog, akkor vannak nagyon szigorú kötelezettségei. Amúgy viszont a másik ágon, amiről beszéltünk, a személyhez fűződő jogok sérelme esetén nem kötelező neki megtenni dolgokat, míg szerzőjog sérelme esetén meg kötelező megtenni. Tehát ezek az oldalak az ilyen tárhelyüzemeltetői felelősség mögé bújnak. És ilyenkor pénzben mérhető az, hogy mennyit lehet elperelni? Úgy összeget tudsz mondani? Persze. Tehát igen, tehát azt lehet mondani, hogy most már ugye az eddigi folyamatosan emelkedett az az összeg. Tehát először még volt, mint ami 6-7 éve, amikor csináltunk ilyen ügyet, akkor 100 ezer forint környékén ítéltek a bíró. Most már volt 5-600 ezer forintos, akár 1 millió forintos kártérítés is. Az új TTK szerint viszont ez még magasabb lehet. Uh-huh. Igen, mert ugye erről beszéltünk. Ez egy jó hír, kifejezetten jó hír. Na, igen, Stallone örülhet. Igen, Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Köszönöm. Hogy csörögtél. Ciao, köszönjük. Sziasztok. Szépen. Köszi, szia. Zoltán internetjogásszal beszélgettünk. Hello. Ez biztató. Én a Lindának az apukáját azért nem értem egyébként. Királybácsit. Mert hogy ez már pont senkit nem érdekel, az nem. Nem. Viszont így, hogy most megint kiderült, hogy ugye... Most olvastam én is, hogy ugye elkezdte újra görgetni, fölvásárolni, de ez a Linda már tökre túl volt. Itt szerepel, ott szerepel, helyes, cuki, jól énekel. Tehát ez most megint föl lett dobva, mint labda. Nem? Hogy ő most megvásárolja azon videókat, ahol a Linda véletlenül szegény, most belesül egyszer a himnuszba, mindenki tud hibázni. Tehát a magyar ember meg nem bocsát meg, az is egy nagy baj. De hogy, ugye? És most újra napirenden van ez a dolog. Miért? Hát most, ha valami elül, akkor azt most, ha újra bedobolt, hát most mindenki ugyanezt megnézi, lementi, értetlen, most megint szóbeszél. Meg ráadásul én azt gondolom, hogy az ilyen negatív kicsengésű dolgokat sok-sok pozitív kicsengésű dologgal simán el lehet felejtetni. Tehát, hogyha vannak olyan pozitív történések veled kapcsolatban, egy jódal, két jódal, 10 jódal, meg mit tudom én, valamilyen aktivitás, valami társadalmi dolog van, valamilyen közhasznú dolog van, és még lehetne sorolni. Akkor ezeket a dolgokat az emberek elfelejtik. Tehát, hogy idő után már nem foglalkoznak, mert annyira átbillen a mérleg a pozitív dolgok irányában. Nem így kellene inkább csinálni? Igen, érdekes, nem tudom. Jó, kutassunk egy kicsit az emberek memóriájában, jó? Hogy kinek milyen olyan dolog van a fejében, ami tulajdonképpen, hát ciki lenne neki, ha kiderülne.
de kitörölni az életéből, megtörtént, de jó, hogy nem derül ki. De mindenkinek van egy-egy olyan pont, ami ha nyilvánosságra kerülne, ha kiderülne, ez bármi lehet tényleg. Így van. És szeretnék, ha újra emlékezne mindenki ezekre az esetekre. Nem kell. Telefon. Nem kell aláírni, lehet másével élni. Egy olyan dolog, egy olyan tett, egy olyan csapás, bármi, ami ha kiderülne, az nagyon-nagyon kellemetlen lenne, amit ő is szívesen felejtene, vagy ő is szívesen elfelejtene, de ott van az életében, és szívesen kitörölni. Szerintem mindenkinek van ilyen. Mindenki csinált már, mondott már valami hasonlót. Jó, SMS számunk változatlan, ide várjuk az SMS-eket, 06. 70. Fé, várja, ne végig egyszer. Várj, egy csillag, még nyomorultabb. 06. 70. 645. 00. Ki mit töröl neki az életébe? Jó, egy ilyen momentumot írjatok nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt, pontosan egy perccel. Egy jó Joker. Jó is az. Az ilyen jó, egy jó Joker. Én érdekes egy olyan előadónak a dalát hallgatni, akire nem emlékszel fiatalon. Már úgy, hogy ő fiatal lett volna bármikor is. Ő még az első Woodstockon is fellépett. Benjamin Button, vagy mi így? Öreget születik, és fiatalod? Ki jön? Egy igazán öreg nincs meg. Nincs meg. Igen, olyan, mint Dennis Hopper. Tehát ő rá sem emlékszem, igazán fiatalon, csak már amikor egy kicsit idősebb. Igen. Vagy Charlie Chaplin. Például. Igen. Vagy Walter Matthau, nem? Tehát ő is csak úgy van már meg, hogy hatalmas táskák vannak a szeme alatt, igen. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek mi olyan pillanat, momentum van az életében, amit szívesen törölne. Ugye próbáltuk megfejteni azt, hogyha valami fölkerül az internetre, el lehet-e tüntetni. Beszéltünk egy internetes szakjogásszal, hogy mégis mi a módja. Ugye egyre több olyan oldal van, ahova exek föltölthetik a kedvesükről készült, akkor még nagyon jó ötlet alapján elindult ugye fotót, amiből aztán szakítás lett, de a fotókat ugye nehéz eltüntetni. Nagyon sok ember szeretne nagyon sokféle tartalmat törölni az internetről. Ugye Stallone erotikus videójából kiindulva arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőség van erre egyáltalán, ha valami fölkerül az internetre, el tudod-e tüntetni, hát baromi nehéz. Érdekes egyébként, hogy egy olyan anyagi kondíciókkal rendelkező ember, mint mondjuk Stallone nem tudta felvásárolni a videónak a jogait. Nem is tudom, hogy ő ezzel törődik-e, szóval ő azt gondolja, hogy ezt már látta 50 millió ember, most megnézik még ketten, tehát vele kapcsolatban egy 35 éves videó szerintem már nem akkora hír, nem? Hát igen, meg valahol már lerágott csont is volt, hogy ő foglalkozott valami ilyesmivel. Igen. Na, ugye arra kértem a hallgatókat, hogy írjanak nekünk olyan történeteket, amit szívesen törölnének. És hát vannak ilyen pillanatok mindenki életében. Egy-kettő csak, mert elég durva SMS-ek jönnek, ami beolvasható. Egyszer fikáztam a NASA ajándékokat, és rajta maradt a felvételen, amit odaadtunk az érintett rokonoknak. Majd 20 éve szégyellem magam. Ezt nagyon szeretném eltüntetni. Írja nekünk G. Köszönjük szépen. Én azt a napot törölném ki az életemből, amikor aláírtam a devizahitel szerződésemet. Hát, igen, most nem teljesen ilyenekre gondoltunk, de igen, ezzel nyilván sokan éreznek együtt, igen, vagy sokan érzik ugyanezt. Családi ebédeknél nagyanyám nem tudta annyira elrontani a somlóit. Ja, nem, ez még az előző témához jön. Igen, 90-ben a haverokkal újságpapír... Laci, ilyeneket nem lehet... Mit csináltuk a lépcsőházba újságpapírra? Hát, izé... Itt igen, nem tudom folytatni. A játékos képzeleteteket bízzuk, hogy miről szól. Nem tudom beolvasni, ez az SMS. Itt a állapotban haverok előtt... Ez van, nem éjjelölök. Igen, sajnos mindegyikük meg más az inger küzdő. Máson nevetünk. Hát ez, igen, ez így erős lesz. Jó. Esetleg valami. Megpróbálom ezt. Velem Debrecenben történt az eset. Munka után zuhanyoztam, amikor kitört a hidegvíz csapja. A kollégáim 45 percen keresztül rögtek, én meg hülye pucéran tartottam a cső végén. Nagy nehezen elzárták a főcsapot, csak másnap tudtam meg, hogy fent vagyok a YouTube-on. Persze gyanús volt, hogy a fél építkezés ezer röhög. Azért az kemény. Tehát ott állsz, és próbálod ugye fogni, mert ömlik rád a víz. Nem? Igen. Tehát akkor már mit fogsz? Hát akkor eljössz onnan, hát most már ott nem tudsz sok mindent csinálni. Hát volt gondolom, pucéren iszonyatos víznyomás rettenetesen verette a, hogy hívják, a víz, és akkor a többiek még természetesen levideózták az egészet. Rettenetesen kellemetlen. Igen. Egyszer egy házibuli alkalmával rejtett kamerás felvételt készítettünk az öcsémről és az alkalmi partneréről, ami hihetetlenül jól sikerült, nem is ez a lényeg, hanem hogy másnaposságot feldobjuk, kivágtam egy képet és elküldtem MMS-be a lánynak. Volt botrány, de nem tettük fel sehova. Nem bánjuk, mert nagyon jól mulattunk, írja egy hallgató. Ha már saját öcsédről készítesz ilyen videót, azért az... akkor már semmi se szed.
általános iskolában kis és szétszórt voltam, és amikor megérkeztünk a bringával a nagy dumálásban, a mellettem lévő bicajt zártam le az enyém helyett. Napközben a hangos bemondón kiderült, hogy az egyik tanári volt a bicaj, és mikor körbeértek a zárt kinézetét, rögtön tudtam, hogy én voltam. Persze nem vállaltam fel, de otthon sem mertem elmondani, szét kellett vágni ahhoz, hogy a tanárnő bringája kiszabaduljon. Hát ez annyira durva történet egyébként. Az a baj, hogy nem, ezeket nem tudom beolvasni. Jelöltem fönt olyat, amit lehet. találtál egyet, kettőt, amit lehet? Ez a 084642-es, ez a barátnőmmel fogadtunk egy télen hóesésbe, futunk egy kört az udvaron bikinibe. Készült rólunk egy távoli kép, és felkerült a fészre, pár percig volt fent, de egy jó indulatú ismerős lementette, és felkerült. 5 perc volt net oldalon, 2 hétbe telt, amíg mindenféle könyörgő fenyegetőzetekre leszették. De hogy valaki ment egy kört mesztelenül egy bringával? Igen, futottak, nem, hogy a bikinibe futottak a barátnőjével az udvaron. Hát ez nem annyira... Egy távoli fotót készítettek róluk, de hogy még azt leszedetni is. Hetekbe telt. Igen, az a baj, hogy ezeket nem nagyon tudod. Igen. Jó, sok olyan történet jött, amit nem tudunk beolvasni, úgyhogy ezekből nem tudok tovább szemezgetni. De köszönjük, tanulságosak, mi is tanulni fogunk belőlük, és nem dobunk fel csinálni, amit ti csináltatok egymással. Igen, és nem dobunk fel többet ilyen tényleg, mert az SMS-ek 95%-a beolvashatatlan. Oké, 3-as ugrás játszunk, itt van a játékos Gyula, aki nagyon elszánt, vele játszunk már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, szia. Gyula. Sziasztok. Gyula, honnan hívsz minket? Balatonvilágosról. Balatonvilágos. Te jó is. És ráadásul szép idő van nálatok is, ugye? Jól mondom? Hát igen, ezért esít a nap, fúj a szél. Nagyon jó idő van különben, meleg van. Mit csináltok itt olyankor? Vagy ott? Hát, én például traktorozom most. Nem már. Mindig úgy kérdezitek be ezt a Balatont, én ezzel mindig meglepődöm egy picit, mint hogy ott nem lehetne semmit csinálni a 2 hónap kivételével, amikor a szezonban. Nem, ezért malmoznak, várják, egymás vállára dolve zokognak. Hát nem neked mondom, Balázsnak. Én vagyok egy kicsit túlságosan város. Mit csináltok ilyenkor a Balatonnál? Hát, összebújnak, mint a vadmalacok, és várják. Várják a turistákat, igen. Dehogy is, hát élnek, ott ilyenkor is egyébként tök jól érezheti magát az ember. Persze. Szóval traktorozol, Gyula, azt kezdted el mondani? Igen. Traktorozol. Jól van. Van már tőlünk bármilyen ajándékod? Hát még régebbről van nyakbalkasztó, meg egérolátét. Nyakbalkasztó. Még régebbről van egy bumerangos bögdém. Oké. Milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem könnyek. Könnyek, jó, nézzük az elsőt, jó? Pasztatóért így szól az első kérdés. Hogy nevezik magyarul a szuflé nevű ételt? Sütemény. Nem, van a magyar neve. Szuflé. Azaz, na jó van. Azt hittem, hogy megint az lesz, hogy na ez neked könnyű. Ezt tudom. Nem tudom. Hát nem volt könnyű. Nem tudom. De nem, sikerült. Dedikált egéralátétért, jöjjön a második kérdés? Igen. Jézusom, Jani, mi van veled? Ezek nehéz kérdések. Milyen templomok tornyának tetejét díszíti csillag? Nem tudom. A református. Úgy van. Református, evangélikus. Ugye ez egy csillag, sokan azt mondják, hogy búzogány, nem búzogányról van szó, az a betlehemi csillag. Igen. Valójában, ami mutatta az utat, ugye a kis Jézushoz, a napkeleti bölcseknek. Jó, van, elköszönöm. Ja, mehetünk tovább? Hát igen, megpróbáljuk az órát, nagyon szeretném. Óra, egy nagyon szép óra így van, dedikálva. Ez ugye egy konzerves doboz, amit félig ki lehet nyitni, óra falra rakható, lába van, feltapad a hűtőre, nagyon, nagyon klassz. Menjünk neki? Igen, menjünk. Dedikált óráért így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű akciófilmszár ünnepelte a múlt héten 74. születésnapját? Pedig volt is róla szó. Voltam. Nem tudom. Hogy nem. Figyelj, de tudni fogod. Nem. Tudod, ott van, már mondani is akarod. A leges legnagyobb. Ő a legnagyobb. Nála nincs nagyobb. Ő a csúcs. Így van. Ő maga. Igen. Nem tudom. De tudod. De hogy nem tudod? Tudnod kell. Há, tudod. Persze, hogy tudod. Most figyelj, ha... Ezt sose értem, most elmondok valamit.
hogy a harmadik kérdés, miért nem mondasz rá bármit, mint hogy azt mondta, hogy nem tudod, és lejár az idő, hiszen ha nem tudod, nincs vesztenivaló, tehát akkor ilyen alapon már rá is mondhatsz bármit, maximum nem sikerül, ugyanoda lyukadunk ki, mintha nem mondanál semmit, érted? Jó, legyen Stallone. Nem. A harmadik kérdés már rá lehet mondani, mert így is úr is. Vagy elviszed, vagy bumbozol. Tehát tök hát, igen. Nem, Chuck Norris. Chuck Norris. Ráadásul az előbb mondtuk az előbbi téma kapcsán, hogy nem sokára 70 lesz Stallone, ez még 74. Chuck Norris, bizony. Igen. Az alfa, az omega, a numero egy. A kezdet és a vég. Igen. A delta kommandó. De a magányos farkas. Hmm. Oké, okay, bumozunk egyet, jó? Hát, ha ad a bumszot, felnézzük meg, hogy mi lesz. Jó, próbáljuk jó? meg. Figyelj, indulok az ajándékcsomagok, Tiki. Taki, figyelj, amikor lősz, mehetünk is. Bum! Pedig szép bum volt. Bizony. De nálam nem jelez. Ordas nagy mellé. Így van. Jaj, de sajnáljuk. Mi is. Igen. Köszönöm szépen a játékot. Köszönjük. Szia, szép napot. Sziasztok, további jó napot nektek. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Valaki azt írja, pedig még a szlogenünkben benne is volt, hogy csak slágerek. Csak slágerek. 4 perc, szóval pontosan 9 óra jönnek a hírek, gyorsan egy trafis SMS Böhönye központjában a fagyizó előtt trafiznak. Óvatosan. A Kaposvár felől jövőkre vadásznak, és van még egy trafink az M1-esen, Budapest felé az M0-ás után a hídról a 100-as sebességkorlátozás miatt rögtön odaálltak mérni. Valamint komoly dugó van az Éles Sarok és az Őrsvezértér között 30 perc, az okát egyelőre nem tudjuk, viszont ott nagyon lassú a haladás. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. 9 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Nagyon szépen köszönjük azonnak a kedves hallgatóinknak, akik az elmúlt percekben lájkolták a Facebook oldalunkat. Hát, igen. Hogy voltak ilyenek, így nézem van. Egyébként, emelkedik a szám. Így van, Feri... Nem csendes ma, ezt többen kérdezik, hogy mi kicsit elcsendesedett ma, nem. Ami drága Kóza Fering, Nosztrában van most jelenleg. Így van, a drága Fering éppen Pennéből indult, és Kóza Nosztrába tart. Így van. És egy olaszországi ilyen kis vidám, romantikus körútra vitte az ő békáját, és szerdán érkezik majd hozzánk, úgyhogy nincs. Így nincsen van. Pihen. Falúról falura vándorolnak, hát ha valamelyik csűrben még találnak alkatrészt a kocsijába. Mindenhol találnak egy kormányt, egy váltót, egy csapágyat, egy gömbfejet. És azért nem tudott repülővel jönni a Feri, vagy repülővel menni, mert 150 kiló alkatrészt. Már nem tudta volna kézifogyászba fölvinni. Tudod, mindig mondom neki, hogy nem autót vett, hanem alfát, tehát ezzel ő abszolút tisztában. Állítólag most valahol Szardinán egy nagyon durva jobb összekötő gömbfejet sikerült. Igen. Egy alfa bontó, most állítólag 9:30-kor nyit a bontó, most arra tesz egy 20 pezós ajánlatot. Úgyhogy... Bizony, meg egy mezőrnek is egyébként el lehet a sörétes puskáját, mert a sörétek a pont megfelelő méretű csapágy golyó. Úgyhogy Feri egy kicsit régebbi alfával ment ki, de egy vadonatúj, megújult alfával jön vissza, nagy generálon átesett. A régihez képest nagy generálon átesett. A különbség annyi, hogy körözni fogják, mert az autó nem az övé. Úgyhogy nyaralmi drága Ferink, ezúton is jó pihenést kívánunk neki, nem sokára hazafelé veszik az irányt. Ugye, szerdán már van. Így van. Így van, szerdán már lesz egyik, és tényleg csak azt kívánhatjuk neki, amit a sivatag, illetve a hajósoknak szelet és eső. Jaj, hogy mi pokorra kerülünk, az biztos. Én 1000 évig fogom mondani saját magamnak, hogy induljon a fal, és mindig ott fogok ülni a fal másik oldalán. Én is szembesítem saját magam a bűneimmel. 1500 évig te mellettem a pokol másik bugyrában fogsz valami, nem tudom mit csinálni. Én kuponokat fogok kivágni újságunkból 3200 évek keresztül. Az lesz a büntetésed, igen, hogy mindig találsz valami kuponakciót, mindig elindulsz, és ott szembesülsz, hogy az a bolt már nem létezik. Hazamész, újra kivágsz egy kupont, elindulsz, és ezt 4000 évig kell majd csinálod. Igen, hogy egy nappal előtte lejártak a kupongyűjtésnek a határideje. Igen, vagy úgy érsz oda tényleg, hogy sajnos. Hogy oda megyek a izével, egy raklapnyi kuponnal, és már mindegyik lejár. Igen, és már nem tudnak adni pöttyös labdát, mert elfogyott. Figyelj, ez a lottó engem nagyon izgat. Komolyan, annyira, mint régen téged egy jó ÖKM, hogy nagyon, hogy most van valahol egy ember, aki 2 nappal ezelőtt még lehet, hogy tök csóró volt, és most tudja már, hogy milliárdos. Hát vagy nem tudja.
Mert az is simán lehet, hogy nem nézte meg. De hogy nem sokára megtudja, hogy milliárdos. Ez egy akkora csoda, hogy ezen szerintem nincs ember, aki ne gondolkozott volna. Hát most figyelj, még olyan is töltött, aki szerintem életében. Mindenki. 3 milliárd forint, hogy ez én mondjuk nem panaszkodom, mert nyertem a Skandin 1200. Na, hát figyelj, de nem rossz az. Az is valami. Nem rossz az, de hogy tényleg még gyakorló tüdőbeteg egyébként. Hogy otthon ül, és most lehet, hogy magára zárta az ajtót, nyílászárót cserél, heveder zárat tesz föl, és próbál megbarátkozni a gondolattal, hogy nyer több mint 3 milliárd forintot. Lehet, hogy még nem is tudja, de mi van, ha tudja? Ma be se ment, vagy bement? Vagy próbálja leplezni, zavarodottan dolgozik a munkahelyén, közben nyomkodja a klaviatúrát, vagy ül valahol egy ügyfélszolgálaton, és úgy dolgozik, hogy arra gondol, hogy én milliárdos vagyok. Szerintem ilyenkor az altatás a legjobb módszer. Már tehát, hogy az, hogy nem az, hogy hogy befekszik valahol, azt mondom, és én kér egy anesteziológus, hanem hogy nem mondja el senkinek. De nem tudod nem elmondani. Hát én ezen gondolkoztam szombat este, amikor elolvastam, hogy volt ötös, hogy nincs olyan, hogy nem hívsz föl valakit, hát nincs olyan, hogy nem osztod meg a saját feleségeddel, a saját gyerekeddel. A nagy nyertes vonalát. De, érted, elmondod a saját családtagodnak. Hát utána ott van már egy beszédes feleség, aki elkezdi kikocsogni, aki fölhívja a barátnőjét és megosztja nem a barátnőjével. Nem csak azután mondod meg neki, hogy beadtad a vállókeresetet? De mindenképpen el akarsz válni, ha milliárdos leszel. Nem. Iszonyatosan feldurbózom. Mit? Érted a lóvéból. Ja, asszonykád? Hallod, viccesz. Minden szilikon lesz rajta? Nem, de úgyis kap egy alpaka fülbevaló. Ja, úgy értem, hogy feldurbózod, mindenit megcsináltatod, a szemöldökét, a fülét, az órát, mindenit. Szóval, hogy rettenetesen izgat ez a dolog. Hihetetlen. Elindult a munkaidő. Tehát van most olyan ember, aki látja a kollégáján, hogy furcsán viselkedik? Írjatok jeleket. Ki miért furcsa? Mit csinál? Mit csinál máshogy? A Józsi az árubeszerzésen, a Béla az anyagbeszerzésen, más-e az Ilonka néni ott a varrodában. Érted? Tehát, hogy máshogy... Hogy feltűnően mosolyog? Igen, hogy máshogy mész ebbe, hogy te tudod, hogy milliárdos vagy. Egyet, gondolj bele abba, hogy te felkeltél egy hétköznapi átlag magyar emberként, és feltűnően tudod, jókedvű. Feltűnően jókedvű a mellette dolgozó ember annak ellenére, hogy semmi oka nincsen rá, vagy legalábbis szerinted nincs. De nem tudom, hogy feltűnően jókedvű. Szerintem a magyar ember egyébként úgy működik, hogy azonnal inkább neurotikus lesz tőle. Tehát, hogy én nem tudom, hogy elindul egy ilyen... Jaj, a kivétel. Te, szerintem te annyira szoronganál, Jani, te paranoiás lennél még inkább, szoronganál, félnél, hogy ez kiderül, mindenkit letiltanál, hogy nem derülhet ki, megpróbálnál olyan helyre költözni, amit senki nem ismer, szerintem te lennél az utolsó, akiről megtudnánk, hogy te vagy az. Te vagy az? Te vagy az? Én lennék az utolsó, akiről megtudnád, ha én lennék az. Én nem mondanám jó, el egyébként. Akkor már kettő kipipálva. Nem mondanád el, nem. De elkezdenél szorongani, hogy nehogy kiderüljön. Tehát te egy gázcsap kinyitásán is nagyon tudsz szorongani, és 6-szor visszajössz, hogy elzártál. Ma te 3 milliárd lenne a bankszámládon. Hát most nem, mert most valami elég jól alakult a fűtésszezon. Vagy nem lenne 3 milliárd, de tudnád, hogy te vagy, szerintem elképesztően vigyáznál, hogy nehogy elszóld magad. És te már abba őrülnél bele, hogy mennyire vigyáznál. De hogy van ilyen, hogy furán viselkedik? Vagy ma ez az illető ugyanúgy bement dolgozni egy fodrászatba, egy kozmetikába, bárhova. Szerintem azzal követed a legnagyobb hibát, hogyha rögtön felmondasz, meg nem mész be, mert onnantól kezdve fognak majd elkezdeni gyanakodni rád. Miért nem jött be? Basszus, egyik napról a másikra. Figyelj, a hétvégén kihúzták. Igen, volt egy teli találatos, basszus. Ma meg nem jött be a Géza. A Géza, ki más? Hát ki más? Én nem a Krisztián, vagy az Endre, persze, hogy a Géza, vagy a Béla. Igen. De mit csinálnál? Te bejönnél ma ugyanúgy? Ugyanúgy bejönnél. Uh-huh. Júli, gyere már be egy pillanatra, légy. Én hogy gondolkodik egy nő érdekel? Nem jöttem a Júli. Lehet, hogy ő az. Hogy ugyanúgy bejönnél? Be. Tényleg? Hát nem tudnátok erről semmit. De már új mellekkel? Igen. Okay, miért mindig ide lyukadunk ki, hogy ha valaki nyer a lotton, azon a megcsináltatja a melleit, ezt nem értem. Tehát ugyanúgy bejönnél? Bejönnék. 2-3 hétig szerintem biztos, hogy tartanám magam. És utána egyszer csak fölmondanám? Nem, valószínű, hogy igen, egyszer csak lenne valami nagy krach. Valami nagyon összevesznénk.
Tehát, hogy provokálnál egy veszekedést, és elmennél. Igen, valószínűleg. Uh-huh. Vagy egyszerűen csak azt mondanám, hogy a férjem kapott egy új lehetőséget, uh-huh. és ő jobban fog keresni, azért megengedhetjük magunknak azt a lehetőséget, hogy ezután de, én otthon... De várjál, gondolj, de elindul a hazudozás. Nem akarod elmondani a közvetlen környezetedbe. Tehát neked el kell tűnned a saját lakásodból azért, mert elottó milliárdos lettél, hiszen akkor el nem mondhatod el ezt az ismerőseidnek, nem mondhatod el a rokonaidnak, elkezdesz rejtőzködni. Elkezdesz menekülni? Vagy elmondod igen. mindenkinek, akkor abban benne van, hogy kiderült. Tehát mit csinálsz? Ha most hát tényleg ott vagy, mert kiszúrnák. Hát például Juliék esetén, mit tudom én, azt látnák, hogy egyik napról a másikra megjelenik egy konténer a ház előtt, és abba rakják a sítet, és nem kihordják a szelektív hulladékgyűjtő mellé. Na igen. De semmit van. Nem adnál? De, dehogy is nem. Hát azt én, mi már végigbeszéltük a férjemmel, hogy elmennénk valahol a világ végére. De ki tudná? A két gyerek meg ti ketten? Anyukád, apukád, rokonok, senki? Nem, a közvetlen rokonok azokat, akikben megbízhatunk. Na de ha közvetlen rokon, de nincs olyan, akiben megbízhatsz. A két embernél többet tud, két embernél több, az már nem titok. Tehát nincs, a rokon szerinted nem megy le a presszóba, és nem mondja, jaj, a Julikám nyerte meg, adtak nekünk most egy új kocsit. Ne, hát nincs, ha nem adnak, de akkor nem, meg. Hát, miért a te anyád elmondaná? Lemenne a presszóba is. Nem elmondaná, elszólná magát. A kettő között nagy különbség van. Mondana valamit, tenne valami olyan utalást, valahogy. Tehát ugye van az elmondás, a direkt elmondás, meg van a vétlen elszólás. Tehát te nem bízhatsz meg úgy egy rokon, vagy nem mondja el, azt feltételez, hogy esetleg nem szólja el magát. Tehát ha ezt elmondod kettőnél több embernek, az a dolog pillanatokon belül ki tudja azt magába tartani, hogy ismeri a lottomilliárdost. Mostanában és. Én ismerem a lottomilliárdos, hát nem bírnám elmondani. Tudnám, hogy te vagy, és megkérni, hogy nem mondjam el, megpróbálnám megállni, de nyilván... Róla megyünk, úgyse hinnél senki. Tehát, hogy nyilván nem változna semmi különösebb az életemben. Mondjuk öltözködni nyilván nem kezdenél el. Nem, hát, amihez nem értek, abban nem vágok el a fejszémet. Minek tegyél olyan valami. Én például annyiszor elképzeltem már, de én komolyan erről szoktam fantáziálni, hogy mondjuk azokat az embereket, akik nem rokonok, de számomra kedvesek, mondjuk 3-4 hét múlva elhívnám egy kávézóba, és akkor azt mondanám, hogy ide figyelj, ez most maradjon köztünk. Adj nekem egy számlaszámot. És akkor azt mondanám, hogy miért? Meg azt mondanám, hogy szeretnék neked ajándékozni valamit. De akkor megtudja mindenki. De akkor, érted, most életszerűen próbálom közelíteni a dolgot. Tehát ott ülsz 3 milliárdon, paranoiás leszel, félsz, hogy ki tudja meg, ki nem tudja meg. Meg tudja, kirabol, meg tudja, megöl. Elrabolják a gyerekemet, zsarolnak. Te titokban kell tartod, mégis elkezdeni szeretni. Kiveszed a gyereket az oviból? Kiveszed a gyereket a suliból? Nem veszed ki, és ugyanúgy jársz oda, de veszel egy másik autót, az még nem annyira feltűnő. Elkezded osztogatni a rokonoknak, abban a pillanatban mindenki kiderül. Most följön 6 rokonomat, hogy adok neked 10 milliót, nyilván megkérdeznék, hogy miért kezdtem el 10 milliót adni, tudnák, hogy én vagyok a lottonyertes. Nem adok senkinek, és ülök a 3 milliárdon? Meg egyébként, hogy ha belegondolsz, tök értelmetlen egy évet várni, vagy 2 évet, vagy 3 évet, tök vagy 4 évet. Nem tudsz 100 milliót akkor egy év múlva, hirtelen. 2 év múlva, 3 év, vagy 5 év múlva fogják azt mondani, na, ezek meg nyertek a lottón. Na, de egy év múlva én már kint a Seychelles-szigeteken fogok napozni, és azt nem fogom megmondani a legközvetlenebb rokonoknak. Én azt gondolom, hogy velük meg lehet ezt beszélni. Hát ők is tudják pontosan, hogy csak akkor fog csúrani, csöppen itt várva. Egy év múlva egészségszerkesztő leszel a Morning Show, mert segítenek. Általában egyébként ez az íve. Tehát én nem olvastam ezt a könyvet, ami a lottómilliómosokról szól, meg az összes lottónyertesekről szól. Ez az íve. Tehát 2-3 éven belül kerülnek ugyanoda vissza, vagy még mélyebbre. Adósságokat felhalmozva egyébként milliárdokból. Tehát, hát és le van írva ennek. Anna beszélt egyszer egy lottó nyertessel, aki azt mondta, hogy... Hát, hogy is csak fel akarta szedni az Annát. Tudod, az Annának már ez is elég, igen. Mutatott neki egy régi igen, számlát, illetve lottócsekket. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy én elköltöznék nagyon-nagyon messzire, igen? És onnan telefonon, illetve e-mailen tartanám a kapcsolatot olyan emberekkel, akik számomra fontosak voltak és sokat segítettek, és kérnék tőlük egy bankszámlaszámot, és utalgatnék. Uh-huh. De többet... Na, ez az első racionális megoldás a mai napon. Nem lennék elérhető, tehát nem tudnák, hogy hova menjenek. Értem. Onnantól kezdve, tehát nem lennék elérhető. Csak látták, hogy holnapról holnapra mennek a 3-4-5-10 eurók. Plusz egy csoki. A NAV-nak nekem be kell jelenteni? Nem, ez adózó. Nem. Én ezt értem, gyerekek, de megjelenik egy bankszámlán, csak 3 milliárd forint, hát azért lehet, hogy a NAV-ra ránéz, én tudom, hogy ez nem megjelenni, vagy bejelenteni, úgyis megjelennek. Elnézés, csak egy varga betű, hogy az a gondolkodtam. Hagyjuk a vargát, jól ne politizálni. Hogy jön ez most ide, értem, nálam. Megint miért kell politikát belekeverni? Azon már gondolkodtatok, hogy te, hogyha te SMS-ben küldöd, ezen már, én már sokszor lovagoltam. Mit küldesz SMS-ben? Hogyha SMS-en küldöd el a számokat, akkor ők utólag vonják le a például a telefonszámlát, hogyha befizeted. De hogyha nem fizeted be, akkor mi van? És ők már elutalták neked a pénzt. Akkor te tulajdonképpen úgy nyertél meg 3 milliárd forintot, hogy nem vetted meg a szelvényt. Akkor az a vodái.
Érted? Akkor megkapja a szolgáltatót. Tehát így elküldöd van. Az SMS-t. De hogy kapja meg az, a szolgáltatót? Ne, de figyelj, ez egy hülyeség, hát érted, abból az összegből levonják majd. Akit kifizetik a 3 milliárd, és abból levonják a szelvint, vagy tehát az nyereményből. Hát akkor ott van a szolgáltató. De ez most tök mindegy. De nem tök mindegy, hát hogy? Látod, nem is nyertünk, már veszek. Mi van? Képzeld, mi lenne, nekem lenne 3 milliárd, hogy összevesztek? Na gyere, mert itt van, annam, önnek van neki az első kézben információ. Tényleg érdekel, hogy mit csinálsz. Hát a NAV-nál is megtudják, hiszen elkezdesz költekezni, hát látják, hogy egyszer csak adózott, egy... Én értem, hogy adózod, de hát elkezdesz meg a szolgáltatót. Úgyis bejelenti a NAV-nál. Azt meg a másik, hogy lehetsz egy rohadt nagy utcamedencéd, azonnal jönnek. Megvan az a szám, amit ilyenkor ugye föl kell hívni, hogyha tiéd az 5 Igen, talán. Van egy nyertes szám, így van. Nem azért van, én beszéltem annó egy olyan emberrel, aki benfentes ez ügybe. Azt nem tudott, hogy ki az a személy, vagy lehet, hogy többen vannak, hogy kik ezek a személyek. Ők segítenek neked ebbe a helyzetbe. Először is ez, amit mondtál, hogy földolgozni ezt a sokkot, hogy tiéd a 3 milliárd. Segítenek abba, ezek olyan emberek, akik szerintem, vagy olyan ember, aki nem fog, tehát ő tőle nem fog kivenni az info, az biztos. Uh-huh. Segít neked abba, hogy hány bankszámlát nyissál, és mi módon, hogyan kell ezt az egész helyzetet kezelni. Na most az emberek többsége nyilván, és itt nem akarok megbántani senkit, én is ugyanúgy ember vagyok, de hát azért, hogy mondjam, ez intelligencia függő, hogy ki hogyan tudja innentől kezdve ezt az életébe rendezni. A segítség, a technikai segítség, a 3 milliárd elrendezése az adott ezzel a kontakttal, akit neked föl kell hívni. Tehát nem, nincs az, hogy NAV, meg nem 3 milliárd érkezik. Várja, nem. Az választható számlád opció. Van. Jó, oké, mondjuk több számlára ezt elküldi nekem, ott 3 van, okos. Van, jó, tessék, te mit csinálsz, tessék. Nem akarod, te egy paranoiás lenni. Nem lenni. Hát én nem, ezért nem fog soha nyerni. Én nagyon jól tudnám, hogy mit tudok vele csinálni. Oké, most, hogy mire költeni, persze, de hogy tartanád titokban? Igen. Titokban tartanád? Igen, titokban tartanám, abszolút. Még lehet, hogy a család előtt is, tehát úgy, hogy a nagyik se tudná. A Peti sem tudná meg. De a Peti meg tudná, ő az egyetlen ember az életemben, aki meg tudná. Úgy csinálnám, hogy... Megölni. De utána sajnos meg kell öljem. Utána megmérgezni. Tessék, egy női megoldás. Mit csinálsz? Van 3 milliárdot, titokban akarod tartani. Tessék. Gondolkodtam rajta sokat, igen? Ezért nem fogok nyerni. Azt csinálnám, hogy elkezdeném na, figyelj, ez elinteni, nagyon nagy megfejtés, ez figyelj. Igen, erre kíváncsi vagyok. Mindenképpen elkezdeném azt elhinteni, hogy olyan fajta vállalkozásba, egyebekbe, ami nem nyomon követhető, tehát nem egy olyan dolog, és ez alatt az, hogy mondjuk Péternek mondjuk, hogy, vagy a Ferinek mondjuk, hogy van az étterem, igen? Nem egy olyan dolog, ahol be tudtok menni, hanem mondjuk szellemi vállalkozás. Most ezt hallani elkezdene izzadni, nem nyomon követhető vállalkozás a Ferinek. Péter ugye... Én ezt nem tudom, mit akarsz mondani, de ezt nem nyalnám. Csináltunk egy vállalkozást, ami nem egy konkrét, nagyon sok pénz jön belőle. Nem. Kicsit megszaladt a szekér. Mennyi? Hát most 3 milliárd. Nem. És milyen vállalkozás annak? Hát... Olyasmit a Ferinek. Nem egy konkrét helyen. Nem, ezzel azt értem, hogy oda be lehet menni konkrétan, tehát tudod, hogy ott van egy, de nem tudnád. Én vagyok a rokon. Egy író ember, tehát ő írt ugye nagyon sok olyan dolgot, amit például kiadtak nemzetközi szinten, például csináltak az ő novelláiból filmet. Jó, én vagyok az idegesítő rokon, ezt annyira nem nyalom be. De nem 3 milliárdról van szó, én maradnék szépen a popómon. És abba lennék csak esetleg költekezőbb, hogy mondjuk elmennék, elutaznék. Ez nem tűnne föl az ismerősöknek, mert nem posztolgat a Facebookra. Fürdő? Nem bükkfürdőre. Akár olyan helyről ti voltatok például, vagy X vagy Y, ahol elmennek elegánsan. Nem posztolgatnék a Facebookra. Nem vagyok ott elérhető. Azt mondom nektek, hogy el voltam Egerszalókon, te tudni fogod. Szolisztam, vagy akármi. Ha te nem adod ki ezeket az információkat magad... Ja, ez ilyen egyszerű magad, lenne. Ez ilyen egyszerű, mert ez intelligencia. Közben a Maldívon 2 hétig. Hát, ez ilyen egyszerű. Ennél azért ez bonyolultabb. Miért bonyolultabb? Miért te tudod, hogy én hova megyek például áprilisban? Lehet, hogy ennyi ma 3 milliárd. Nem tudod, ha én nem akarom veled megosztani, mert hát én vagyok annyira, hogy mondjam, korrekt, és a családomat hát nem fogod megtudni. Nem, ez nem spúsa, meg költök. Na de elköltöznél a panelból. Egyelőre nem költöznék el a panelból, mert mindenki itt bukik meg szerintem, hogy elkezdesz költeni. Meg se nyert, és érzed a paranoiát? Tehát nem. Mert mindenki itt bukik meg. Tehát te akkor a Jani féle... Én fölépítenék egy rendszert, hogy pénzhez, tehát Péternek mondjuk megy a szekere, egyebek, elkezdődött valami olyan változás körülöttünk. Beleszálltál a Rékasi alóver a... Akármi csodát, így elkezdeném elhinteni. Én itt dolgozom, ott dolgozom, igen, és szépen, hogy telnek múlnak a hónapok, egyre jobban lehet költeni. De nem vennék Ferrari-t. Értem, én a Julival inkább az álcázó, kicsit rejtőzködött, ilyen nagyon ugyanaz, és a kicsit a paranoiás vonalon lennétek, értem? Nem egy könnyű élethelyzet, szerintem baromira nem könnyű. Amellett az ember azt gondolja, hogy persze, jó van, hidd el, hogyha ott vagy, és elkezdenél azon félni, hogy ki ne derüljön, mert megtudják. Jönnek koldulni, kérni, érzelmileg zsarolni. Egy csomó szerintem minden. Ez rajtad múlik, hogy kiderül-e. Én ezt vallom. Nem derül ki, Balázs. A legnagyobb szabadság, ha ezt a pénzt odaadta volna. És mit csinálnál? Ráfeküdj, betemetne magad.
Igen. A Juli hova futtatta ki a történetet? Ő elmenne Maldívra és utalgatna. Igen. Az is milyen utalgatni, hát az is, tehát hogy hogy? Beszéltem olyan hallgatóval, amit a Juli említett, 350 milliót nyert. Tehát ő az, azért az egy kezelhető összeg. Hát, mondjuk azért 15 évvel ezelőtt nyerte, tehát akkor azért azt mondom, hogy nem volt rossz pénz. Megnézted a számokat, Juli, rossz ír? Nagyon piros vagy, mondja, Juli, mit akartál mondani? Kicsit. Na, hogy én nézem meg a számokat. Ti megnézzétek a számokat? Én meg, én rögtön megszoktam. Igen. Mindig megnézem. Milyen számokat? Kimegyek a konyhába. Az okos, milyen számokat, hallod? Kicsit ráfűszem a beszélgetésre, milyen számokat, Juli? Nem, ha valaki megnyerte, nem. Ha nem küld SMS-t a szolgáltató, mert mi telefonon szoktunk játszani, úgyhogy én meg se nézem. Nem, semmi ilyet. Én mindig megnézem, hogy mennyivel trafáltam mellé. Szól a szolgáltató? Igen. Hogy ön nyert? Tehát mindig tudja a szolgáltató. A netesen is egyébként, hogy a neten... reggel küldi az SMS-t, hogyha nyertél. És néha, ha 8 órakor megpittyen a telefonunk, akkor nagy rőzselángokkal a szívünkben. Én szoktam egyébként. Közben jön az SMS, önök lejárt számlatartozása van, bizessen a szolgáltató. És sosem merem megnézni egyébként, amikor kapok a visszajelzést a szolgáltatótól. Mert hogy a netes fogadásnál ott van. És akkor kapok egy visszajelzést, és akkor így nézem, és így nem merem megnézni. Ja, hát nagyon vagyok. Ja. És akkor néztem, tudod, így nem merem megnézni. De nagyon megnézem. Tegnap a Viki annyira megszivatott. Kérdezte, hogy mondja már meg a számokat. És mondtam, kérdezte, hogy várjál, hogy volt, igen, és mondtam, hogy mondnál meg a számokat, amiket megtettél, és én megnyitottam az oldalt, és láttam helyes számokat. És Viki nem a saját számait kezdte mondani, hanem megnyitotta ő is a nyertes oldalt. Jaj, és elkezdte mondani, hogy 5-ös, 6-os, 10-ös. Ne már! Ilyet ne csináljon, már nekem megáll a szívem. És nem a saját számait mondtam, gyorsan megnyitott egy oldalt. Jó, szórakozik a Sebestyén család. Nem, egymás szívatjuk a vérbe. És elkezdtem mondani, hogy 5-ös, 6-os, 10-es, mondom, mit mondtál? Tudod, hogy leizzadtam, elkezdett remegni a kezem. És mondom, 5-ös, 6-os, 10-es, mit a hatosnotó számait pont egyébként, és levert a víz. És ránéztem, de az, hogy elröhögte a végét, figyelj, kész voltam. Végig mondta azt a számsort, ami ott volt előttem. Könyörtelen volt. Nagyon jól szórakozott. Aztán elment aludni. 3 milliárdnak. Így telik nálunk a vasárnap este. Forgalottam egész este. Én még első óra egyik bosszulatra ültem. 10 óra forgatás után még. Milyen mókásra telik nálunk az élet? Ha 3 milliárdot beteszel a bankba, annak mennyi a kamata? Hát az a havi legalább egy, hogy hívják, 6-8 millió. Na hát pont ezt beszéltük a Miróval, hogy mi a Seychelles-szigetekről úgy végignéznénk a telefonkönyvünket, és minden hónapban másnak küldenénk el csak a kamatokat. És akkor egy fillért nem költöttünk még. Itt jön a másik, hogy egyébként a Seychelles-szigetekről tök jó egy hónapig, tök jó két hónapig. Így utána elkezdesz valahol újra élni, tovább dolgozni. Akkor a szigetre költözél. Szerepkedsz, mint egy kis kolibri. Hát nem tudom, érdekes ennek a lélektana egyébként. Tudod, megnyerem, honnan fogod tudni? Ragasztok egy 20 000-est a homlokodra. Bejössz, följössz egy 20 000-est és fölmondasz, tudod? Mennyi? Itt van, nesze, tessék. Janinak is egyet, na. Nálam meg onnan tudnál, hogy bejövök és egy izével, egy motoros borotval egy csíkot húzok a hajadba, tarkottal a homlokodra. Igen, és na, felmondasz. Kilépe. Azt húzni a fülembe. Szerintem szétidegeskedjétek magatokat. Az én nyomnám a leglazábban, ebben biztos vagyok. Azt mondod? Gyorsan írnék egy könyvet, és azt hiszem, gyerekek, elment a könyv 1,5 millióba. Mit csinálják 3 millió? Ez az ötletem, ilyesmi. Valami ilyesmi kellene, persze. Én nyernél meg a 3 milliárdot, hogy te nem mernél kimenni az utcára. Fölszáll az 51-es villamos, és mindenki azt gondolt, hogy azért néz, mert tudják, hogy te vagy a nyertes. Tudod, milyen paranoiás lennél? Nem. Tudod, milyen paranoiás lennél? Meg már kész terve van rá. Engem úgy emlegetnének utána, mint az új negyedik Bélát, mert új várak épülnének mindenhol. Nem. Mint a tatárjárás után. Te csinálnál magadnak egy mauzóleumot, KP-be elkénét befalasztatnád magad, ráfeküdni, és ott meghalnál. És vége lenni, és lehet, hogy temessenek el vele. Szerintem te paranoiás lennél. Na mindegy, érdekes ennek a lélektana. Ha én nyernék, vennék fel hitelt. Az is jó. Már úgy legalább biztos, hogy vissza tudnak fizetni. Igen. Ja, Istenem, van kolléga, aki furcsán viselkedik? Hát, ha írtak a hallgatók, nézzük meg. Szerintem nálatok a Feri elég gyanús. Tényleg egyébként. Igen. Jó, csak ő mondjuk előtte ment ki. Akkor biztosra ment. Ő nagyon tudta. Igen, az egyik kollégám utálta a felhajtott galléros nagyképű csávokat, ma felhajtott galléra jött be dolgozni, és folyamatosan vigyorog. Ő a milliárdos, írja egy hallgató, ezt tuti. Most, hogy mondjátok, a párom reggel óta furán viselkedik. De van mellette egy üres tejszihabos flakon is. Hát igen, vagy megszálltak a mentősök. Az egyik kollégám nem jött ma melózni, írja egy hallgató. Felhívtam, mi van vele? Azt mondta, fekszik, mert fáj a mája. Nekem gyanús, mert a felesége jött dolgozni helyette. Ó, ott már megy a terelés. Fecsa 79 küldte nekünk. Pityu eddig 2 cukorral itta a kávét,
ma meg hárommal. Szerintem ő lesz az. Jó cikkülte nekünk. A kollégám a lottó nyertes. Ma reggel még Párizsit is vett a zsemléhez, és a feleségét is drágámnak nevezte a sárkányért. Írj egy hallgató. Ricsi, a kollégám több, mint gyanús. Meghívott egy kávéra. Lehet, hogy ő nyert, így a Perec. Vagy kölcsön akar kérni. Igen, Sanyi haverom ma már negyedszer ment vécére. Vajon miből? Adik ennyi. Ez a legjobb. Atya úristen. Mindig ezek a szörnyű altesti poénok, komolyan. Drágám, öltöz nyertem alatt, de jó van, megyünk te anyádhoz, én Hawaii-ra. Ja, Istenem, na jó, hát vannak gyanús kollégák, igen. Sose fogjuk megtudni, ugye? Hogy nem. Miért nincs egyszer egy tökös ember, aki azt mondja, hogy uraim, én voltam, itt lakom. Mennyi időt pakolnál ki? Egy perc alatt, egy óra alatt, vagy egy nap alatt? Hát, uraim, én vagyok a nyertes. Jöjjön, aminek jönnie kell. Hát, én nyertem. Hát. Ehhez nagyon tökösnek kell lenni. Mert mi van Olaszországban? Odállnak, mosolyognak. Mi van Amerikában? Nemzeti hősként ünneplik. Pizza, spagetti. Odállnak, mosolyognak. Hát ott felvállaltan örülnek, mert nem kell attól félned, hogy mire kiérsz a kocsithoz, levágják itt volt a fejedet. Itt volt ez az ex hajléktalan bácsi, érted, aki elmondta a sztoriát, másnap már fel is nyomták a kecót. Az volt a szerencsé, hogy nem tartott otthon semmit, csak a plazma tévét. 2 perc alatt kirabolták a kecóját. Igen. Úgyhogy ennek igazából nincs értelme, hogy bevallják. Hát pedig egyszer nagyon szívesen beszélnék egy ilyen emberrel, kinek egyik pillanatról a másikra ennyire megváltozik az élete. Jó, van 9:30 múlt, pontosan 5 perccel várunk friss közlekedési híreket. Jó, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Mindez egy mentős orvos mesélt el nekünk egyébként, ugye? És nagyon örültek az őszinteségére. Igen, aki sebész és mentőorvos is egyben. Na látod, nem hitted el, azt hitted, hogy nem, kitaláltam. Tényleg azt hittem, hogy kamu. Nem, tényleg. Azt hittem, hogy kamu. Nagyon jó. Jaj, viszont elfelejtettem egy dolgot. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik miattam, vagy azért, mert én említettem, mentek el Kecskemétre a vasárnap a Fighterszalonra, ami elmaradt az időre való tekintettel. Hát arról nem te tehetsz. Nem, csak mondom, hogy tehát, hogy így biztos, hogy oda mentek, láttak, hogy elmaradt, és arra gondoltak, hogy milyen jó, hogy Jani megreklámozta a rendezvényt. Kösz, Jani, kösz. Hát jó, de az időjárás miatt, tehát sokkal rosszabb lett volna a Kecskemétre küldődőket, és Szegeden van a rendezvény, tehát az mindig egy sokkal rosszabb megoldás. Igen, így, hogy akkor meg is keresnek. Igen, így elküldted őket, de rossz idő volt, hát arról nem tesz, de ez egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, megint, hogy bocsánatot kértem. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem így emberi nagyságomban zárkozni mögét. 29-én egyébként meg fogják tartani. Szuper. Hívjuk a nap hallgatóját? Szerintem cserüljünk rá. Rácsörjünk, ha mondja, hogy Morning Show, akkor övé az ajándékcsomag. A hívottszám jelenleg nem elérhető. Ó, jaj. Próbálja meg később, vagy. Aha. Miért hívjuk újra, ha nem elérhető, Zsül? Hogy... Most hát, hát a rosszul mondta a néni. Hallod? De most te mit óperkodsz itt? Na, miért akarsz nagyobb szeretet a tortából, mint amennyi jót? Próbálja meg később. A második... Ja, most nem elérhető, Zsül. Aha, jó, ravasz vagy a kutyafájlat, igen. Most már nem elérhető. Hello! Jó reggelt mindenkinek! Gábor, hello! Azon tanakodtam én is, hogy vagy örökbe fogadok néhány gyereket, vagy pedig nem tudom, szülök néhány gyereket, hogy én is járhassak szabadságra. Most mi ez a néma csend? Nem, én... Hát úgy tudom, hogy akinek gyerekei vannak, annak van, több szabadságja. Tehát plusz. Az abaházi ezért van megint szabadságon. Meg is érdemli. Én értettem, csak nem volt vicces, az én nem nevettem. Azt vártam, hogy nevessetek, csak legalább valami reakció legyen. Hallod? Én életemben nem gondoltam, egyébként csak mondom nekem, kölyökkorom óta nincs humorérzéke, nem viccelek. Engem már az iskolában is ezzel csúfoltak. Volt a Garami nálunk a műsorban, képzeld. Igen. Nem lehet. Vagy te mondhatod? Hát mivel ő a műsor vázigazdája, érted? Tudom én, hát de én nekem még titokban kell te tartani. Te nem mondhatod, hogy azt csinál, amit akar. Jó, hát neked persze, hogy nem lehet, de nekem persze. Jó, te vagy a király. De nem, ebben semmi titok nincs. Jó, hogy majd egyszer felbukkansz. Jó, oké. Okay. Milyen voltál? Jó voltál? Én már nem emlékszem. Hát ennek nagyon örülök, hogy ilyen mély nyomokat nem, hagytam bennetek, hogy tovább, az egész tovább is jutottatok. Nem mondom meg ezek után, nézd vissza a VHS-t. Ja, azt már nem szabad. De ügyesen játszott, hogy kivel játszott, azt nem mondom el. Nagyon nagy csata volt. Igen. Már hogy érted, gondolom a tesója volt. Ez egy nem úgy ki az ellenfél, mi lesz szabad, majd a végén, hát meg minden nem jön kell, de hogy volt a műsorban, csak ezt akartam mondani. Mi történt a kezeddel?
tetkó, vagy pedig leforráztad magad? Egyik se, hanem a sportorvos azt mondta nekem, ez csak simán gyógykezelés, mert hogy nagyon fáj a kezem, és azt mondta, hogy ha bekened azzal a frissítő krémmel, és utána rátekersz ezt, nem tudom, alufólia, vagy mi ez? Ez akkor folpak. Mindegy. Tiszt, mint a Móni. Komolyan mondom, 20 éve keveri a fogalmakat? Ugyanez, hogy alufólia és a falpak között mi a különbség. Már bocsánat, csak ez így kibukott, de akkor látod, nem vagy én egyedül. Én sem tudom. Tehát valamivel betekered, és akkor így jobban hat. Tehát használni nem használ, de legalább olcsó. Így van. Megkucsod a kezed, hogy tehetsz ezt? Persze. De szerintem a sok dobolás. Ja, dobolás. Aha. Oké, jön a kíványságműsor, jó, biztos nagyon jó zenék lesznek. Csomót posztam magammal, még van nálam remek zene is, azt hiszem. Az csak, de az egy külön mappa. Az csak a Csabi. De megkaptam hozzá jelszavakat. De az csak a Csabi kapja ezt a kérdést. Így van ez egyébként, elkényeztetett eddig az élet, most, hogy megint egyedül csináltad, rögtön meghúztad vele az alkalmat. Feri mikor jön? Feri még nincsen, Feri szerdán lesz, holnap mi ketten vagyunk. Vannak most. Így van, Csinkacsentóban vannak, úgyhogy Feri holnap még nincsen, pihen Olaszországban, mi pedig jövünk. Jó, 555-55-00, itt tudta Gábortól dalt kérni, szeretnék. Mi jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao!